Polgári Mondó. Érték a felszín alatt. Ha mindenki elfoglalta helyét, akkor szeretettel köszöntök mindenkit itt a Polgári Mulatóban. Aki itt volt, annak nem kell mondani, de aki nem, azt tudjátok, hogy a szívügyem gyakorlatilag a Napkelet, ami ellenlábasa volt a Nyugatnak, Nyugat folyóiratnak, és Klebelsbeck Kuno támogatásával hozta létre a mindenkori örökös szerkesztője Tormai Cecil, és gyakorlatilag nem is tudták megvárni, mert 1940-ben már nem kellett a 45-öt megvárni, mert sajnos a halála után 2-3 évvel már megszűnt magától a folyóirat. Ezt azért tudnia kell annak, aki nem volt itt az első felvonásnál, és akkor át is adom Dézsi Zoltán úrnak a stafétát, hogy megkezdje az előadást és felvezesse az ügyet a második felvonással kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedi csókolom, jó estét kívánok mindenkinek. Még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, hadd szólítsam meg Jobbágy Évát, a Tormai Cecil kör alapítóját. Lenne néhány gondolata, hogy akkor ide kifáradna, adnék egy mikrofont is hozzá. Kedves barátaim, sorstársak! Ma itt a legnagyobb írónőnk 148. születésnapját is ünnepeljük, de nem ezért ragadtam mikrofont, hanem mert megkértek, hogy egy tegnapra jól időzített időpontban tervezett támadásra reagáljak. A gender gyűlölet beszédének évek óta céltáblája Tormai Cecil. Ugyan tanulmányok sora készült és készült, ezeket eltüntetik, mint honlapunkat is nyáróta. A 60-as években ez úgy történt, hogy például kapcsolatba hozták Zadravec tábori püspökkel a tormai ügyeket, a hagyatékát a püspöknek meghamisították nagy valószínűséggel, és ebben a püspök állítólag azt állította, mintha Horthy közbejárt volna, hogy fölmentsék Tormait a rágalmazás alól, a tormai perrel ezért így kapcsolatba hozzák. Majd pedig sokkal később, 2013-ban egy kiváló bíró, egyetemi tanár tanulmányát használták fel a hazugságok további terjesztésére. Ez az ember dr. Döme Attila, aki egy nyomdafestéket el nem bíró ügy a Tormai Cecil per című könyvében jogászként elemzi a pereket, és az ítéletek helyességét állapítja meg egyértelműen. A könyv a megjelenése másnapján eltűnt, azóta sincs meg, és érdekes módon a genderkutatók úgy látszik tudják, hol van, mert ők hivatkoznak rá, mégpedig a fordítottját állítva, mint amit Döme Attila ebben a könyvben leírt. Erről szeretnék majd a szünet után egy pár szót szólni röviden. Köszönöm. Köszönjük szépen. Majd, ha megengedik, én is leülök, csak most az elején annyit hadd mondjak el, hogy miért is vagyunk itt. Ugyan a cím az, hogy Tormai Cecil és a Napkelet, meg Klebelsberg öröksége, de mégis ennél sokkal fontosabb dolog miatt vagyunk itt, ami természetesen nem választhat el a témától, a hiány miatt. Az, hogy a rendszerváltás sem tette helyre Tormai Cecilt, a Napkeletet, vagy Klebelsberget, nagyon szomorú, hogy az ország döntő többsége nem tud semmit ezekről, annyira nem, hogy én naponta találkozom Klebelsberget, Klebelsbergnek mondják. Ki se tudják mondani, fogalmuk nincs, hogy kicsoda. Tormai Cecilről csak annyit tudnak, hogy ugye a gender, meg az, hogy támadják. A Napkeletről meg végképp nem. Szóval ez egy olyan szörnyű probléma, helyre kell tenni ezt az ügyet, és mindannyian a vendégek tulajdonképp ennek az ügynek a harcosai. Itt nagyon erős történész és író társaság van jelen. Hadd köszöntsem dr. Hantó Zsuzsát, elsőnek a hölgy. Kőautúr történészt, aki a rendszerváltás történetét kutató intézet munkatársa, Domonkos Lászlót, aki szintén a retörki, magyarság kutató lett volna Kőartúr, és Takaró Mihály, József Attila díjas, és még sok egyéb díjas írót, őt nem nagyon kell bemutatni. Még az elején, ha már nálam van a szó, épp készülvén a ma estére, beugrott nekem Tormai Cecil emléktáblavatás, sokan gondolom,
itt a jelenlévők közül ott voltak, amikor 10 évvel ezelőtt az emléktáblát avatták, de azt... Így van, Takaru Mihály, és volt egy szoboravatás a Rókus kórháznál is. Akkor lezsák volt a beszéd, és akkor támadták ezt a szobrot, tehát gyakorlatilag Tormány Cecil még holtában is ellenfél, holtában is bántani kell. Ez nagyon szomorú dolog, és még egy reflexió lenne, hogy amikor Kerényi Imre azt szerette volna, hogy legyen egy Tormány Cecil utca, akkor sajnos Tarlós István is meghátrált. Úgyhogy defenzívában vagyunk, és most ma este hazajöttünk, egy kicsit megcsillantjuk azt a reményt, hogy át tudunk menni offenzívába is. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt hallgatóim, Mátraházán körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, sőt már azt hiszem, egy kicsit régebben, 11-ben, igen, volt egy konferencia, Tormai Cecil konferencia. Ma, ahogy készültem erre a mai estére, visszanéztem. Éva küldött anyagokat, többek küldött ezzel a konferenciával kapcsolatosan az akkori előadások anyagait. És azt tudom mondani, hogy azért nem egészen az a helyzet, mint 11 évvel ezelőtt. Hadd mondjak néhány biztató dolgot. Tormai Cecil neve már benne van a 12. tankönyvben. Hadd mondjam el, hogy a Napkeletről egész hosszú bekezdés szól, a tankönyvben, a 12. magyar tankönyvben. Ezeket mondjuk így a segítségemmel kerültek be ezekbe a tankönyvekbe. Herceg Ferenc már kötelező érettségi tétel, kötelező olvasmány többek között az Életkapuja vagy a Kék Róka. Tehát nem egészen az a helyzet, mint volt. Tormaiban is a Napkelettel kapcsolatosan, és különösen a Napkelettel kapcsolatosan pedig egészen nem az a helyzet. Amikor az a megtiszteltetésért, hogy a Magyar Tudományos Akadémián laudálhattam az akkor magyar örökséget kapó Tormai Cecilt és a Napkelet című folyóiratot, egy hihetetlen feszültségű ünnepség volt. Az akkori Magyar Örökség Bizottság, én most már ennek tagja vagyok, tehát akik odaítéljük a Magyar Örökség díjakat, akkor még nem voltam tagja. Egyik tagja hívott föl és mondta el, hogy nagyon hosszú és éles vita után szavazták meg a Magyar Örökséget, mert tudták, és attól féltek, hogy az akadémián tüntetés lesz. Nem lett. A laudáción végén vastaps. Ezt senki nem tudta volna elképzelni 20 évvel ezelőtt, hogy a Magyar Tudományos Akadémián a Napkeletnek és Tormai Cecilnek Magyar Örökség díjat adó bizottság és laudátor nem rendkívül éles és diffamáló megjegyzéseknek vagy tüntetéseknek lesz a részese vagy elszenvedője, hanem vastapsot kap. Ez nem nekem szólt, hanem Tormainak és a Napkeletnek. És rögtön visszaadom a szót, hogy van feladat, hogy rengeteg feladat van még, hogy az a bizonyos képzeletbeli fal még egyáltalán nem tört össze, sőt áll, annak ékes bizonyítéka az, hogy ami ellen a Napkelet és Tormai Cecil felléptek, az oldal és az a gondolat, az maha lehet erősebb, mint valaha. Tehát egészen egyszerűen, amikor az előbb említetted, hogy a Napkelet a Nyugat ellenében jött létre, tudniuk kell, hogy eredetileg nem Napkelet lett volna a lapnak a neve, hanem Kelet. Hiszen a Nyugat ellentéte a Kelet. Csak hogy ez a név már foglalt volt, mert a Magyarország a szimbolikus nagypáholy hivatalos lapjának az a neve, hogy Kelet. Így lett a Nyugat ellen lapjából Napkelet. És nyilvánvalóan most nem a szabadkönyvességre akarok hivatkozni, hanem arra, hogy amit megfogalmaznak a Keletben, hogy milyen szellemi áramlatokkal szemben kell a magyar konzervatív nemzeti elitnek, értelmiségi elitnek föllépnie, azok ma éppen támadásban vannak, nem védekezésben, támadásban. Mintha nem telt volna el 100 év. Mintha újra fölébredt volna valami, amiről azt hittük, hogy már halott. Nem olyan rég egy politikai beszélgetésben, magánbeszélgetésben természetesen, vetődött fel a neobolsevizmus és a neomarxizmus kérdése. És az, hogy először 19 után gondoltuk, hogy meghalt.
A 20-as években kiderült, hogy köszöni szépen, jól van. A 30-as évek végén mindenki azt mondta, a fasizálódó Magyarország, Hitler, nácizmus, minden meghalt. Hát köszönte szépen, akkor is jól volt, 1948-ra már egészen jó kis jeleket mutatott. És ezt folytathatnám. A lényeg nem az a helyzet, mégis rengeteg teendő van. Még jobb lenne. Tehát Takara Mihálynak azt hiszem mindannyian köszönjük ezt a sziszifuszi munkát, amit most hallottunk. Nyilván az elmúlt másfél évtizednek az eredményei, hogy egyáltalán tankönyvekben szerepel Tormai Cecil, és kellett hozzá egy erőteljes kormányváltás. Viszont egy picit árnyalnám azt az akadémiai sikert. Én is ott voltam ezen a ünnepségen. Az akadémia falai között volt, de ez nem jelenti azt, hogy bevettük a Magyar Tudományos Akadémiát. Az a közönség, a magyar örökségnek a hazafias, nemzetérzelmű, erőteljesen nemzetérzelmű közönsége volt, de az is eredmény, hogy oda beengedték ezt az eseményt. Tudom, csak az akadémia, az akkori Tudományos Akadémia volt elnöke, volt az Örökség Bizottság vezetője, és aztán tehát ez két akadémiának, a Művészeti Akadémiának és a Tudományos Akadémiának a közös elismerés. Van egy fontos mondat a Handó Zsuzsának, a kommunizmus nürnbergi pere még várat magára. Végül is ez az a gondolat, amivel lehet folytatni mindazt, amit hallottunk Takara Mihálytól. Talán a nap... Most már érthető? Hát, ahogy Takara Mihály említette, vannak olyan területek, ahol némi áttörés mutatkozik, például a Napkelet vagy a Tormai megítélése kapcsán. Amiben sokkal rosszabb a helyzet, mint akár 10 vagy akár néhány évvel ezelőtt, az a 19-es tanácsköztársaság megítélése, és a tanácsköztársaság szellemi hordozóinak, örököseinek, hiszen itt élnek közöttünk az unokák, dédunokák, jellegzetes aknamunkája. Na most azért nagyon fontos a Napkelet című folyóirat, hiszen a Napkeletben megjelent ugye részben ugye a Tormai Cecil, amiről kevesebbet tudnak, ugye a Bújdosó könyvet ismerik az emberek általában, de Révai Mór Jánosnénak a Bolsevizmus napjai című naplóját lényegesen kevesebben, hiszen néhány évvel ezelőtt jelent meg. Ők azok, akik a szemtanú hitelességével írták le a történetet. Na most ennek a fontos leírásnak a kiegészítése Fracaroli olasz újságírónak a bolsevizmusról írott könyve, amely Milánóban jelent meg, és magyarul csak 2020-ban. És ez azért nagyon fontos ezen könyvek mellé állítani az olasz tudósítóknak a könyvét, ugyanis Révai Mór Jánosné, illetve Tormai Cecil bizonyos információkkal rendelkeztek. Közvetlen információkkal és másoktól beszerzett információkkal. Viszont az olasz újságírók közvetlen kapcsolatban voltak Kun Bélával, hiszen Kun Bélától kapták a lehetőséget, hogy Magyarországról tudósításokat készítsenek, és ezáltal olyan információkhoz jutottak hozzá, amelyekhez más magyar ember nem juthatott. És nagyon lényeges dokumentumokhoz, amelyeknek a hitelessége azért is nagyon fontos, mert ugye a bolsevik kommunisták között is voltak olyan emberek, akiknek a terror mértéke és az a mérhetetlen agresszivitás, amely lehetővé sem tette, hogy valakit ugye bíróság elé citáljanak, hanem egyszerűen sétált az utcán, szép ruha volt rajta, vagy éppen mosolygott, és azonnal nekiálltak, és megölték őket. Na most
ezekre vonatkozó információk vannak az olasz tudósító könyvében, illetve olyan lényeges információk, amiket sehol azóta sem, amelyeket azóta sem találkoztunk, hogy a saját elvtársaik készítettek hiteles, aláírt és lepecsételt jegyzőkönyveket, amelyekben leírták, hogy milyen módon működött a bolsevik terror. És én nagyon szeretném, hogyha eljutnánk odáig, hogy a történelem az mindig ismétli önmagát. A diktatúrák egymástól tanulnak. Tehát a kommunista diktatúra megelőzte a náci diktatúrát, nagyon sokat tanultak a kommunisták a náciktól, illetve a kommunisták, a nácik, fordítva, hogy a nácik sokat tanultak a kommunistáktól, ugye az első ugye elgázosítás is Szovjetunióban történt, és ezt fejlesztették tovább a németek. Köszönöm szépen. Elsőként egy kis pontosítás, én nem a rendszerváltás történetével foglalkozom. Magyarságkutató és nem a rendszerváltás történetével foglalkozom, hanem a dualizmus időszakával. És amikor Évával beszéltünk telefonon, akkor mondtam is, hogy itt ennyi irodalom történetben járt a személy mellett, talán én fölösleges is lennék. És a beszélgetés végén meggyőzött arról, hogy nem, mert volt egy olyan közös téma, ami teljes mértékben idevág, történelmi háttér, mégsem irodalom történet, de mindenképpen fontos. Ugye sokszor beszélünk a 20-as évek kultuszminiszterének tevékenységéről, erről a bizonyos Napkelet lapalapításról is. Tesszük ezt úgy, hogy nem gondolkodunk afelől, hogy egyáltalán miért is történt ez meg. Miért gondolta úgy a Trianon után, hogy szükség van egy ilyen lapra? Honnan jött az ötlet? És ez adja a nagyságát a akkori kultuszminiszternek. Ha belegondolunk, ugye a Nyugat-Európában kialakult magyarság kép a 19. század végén teljes mértékben pozitív volt. Ugye 1848-49 szelleme egyértelműen Nyugat-Európában azt a magyar képet alakította ki, hogy hazáját szerető, függetlenségre vágyó, a jobbágy kérdést rendezni akaró nép, aki hajlandó volt fegyvert fogni, és oly mértékben állt helyt, hogy csupán cári túlerővel tudták azt a forradalmat elfojtani. És nagyon rövid időn belül, néhány tíz év alatt ez a kép megfordult, és a 20. század elején ez a magyarság kép már a nemzetiségeket elnyomó, a magyar királyság ugye a népek börtöne, kép, nemzetiségek börtöne, képé alakult át. És mindaddig, ameddig a korábbi jeles politikusaink, Aponyi Albert sem vette föl a kesztyűt, nem tulajdonított jelentőséget neki, talán lehet benne volt ez az 1867-es kiegyezésnek a gondolata, hogy az a Ferenc József, aki korábban ugye a nemzetiségeket fölhasználva próbálta aláaknázni a magyar törekvéseket, 67-ben már nem beszélt nemzetiségi kérdésekről, tehát akkor akármilyen magyarság kép alakul ki Nyugat-Európából, ez az osztrák-magyar monarchia, ez garanciát jelenthet arra, hogy bármi is történik, itt szétdarabolás nem lesz. És ezekkel a politikusokkal ellentétben, akik nem jöttek arra rá, hogy milyen szerepe van a nemzetközi sajtónak abban, hogy milyen kép alakul ki rólunk, Klebersberg esetében ez nem így van. És ő Trianon után az építkezésnél már tudta azt, hogy az egyik legfontosabb támpillér az, ha létrehozunk egy olyan folyóiratot, amely kultúrára épül, amely ezt a elrondított, teljesen deformált magyarságképet átformálja azzá, akik valóban vagyunk. És ez, én azt gondolom, legalábbis én úgy látom, hogy ez az ötlet, ez a kiinduló pont jelentette Klebersberg esetében azt, hogy rögtön az első intézkedések között helyet kapott egy olyan lap, aminek lehet, hogy a történelmi időtávlatokat nézzük, szinte egy gyertyalángnyi ideje volt, de nézzük meg, hogy ennek a gyertyalángnyi
időtávnak milyen eredményei voltak. És itt a revízióra gondolok, hogy hogyan tartotta életben mindazokat a törekvéseket, diplomáciai, egyszerű emberek szintjén megmaradó és meglévő törekvéseket, aminek 38-ban, 39-ben, 40-ben és 41-ben komoly következményei voltak, és ellentétben a hazug állításokkal itt nem a náci barátság, itt nem a Hitler felé való orientáltság eredményeiről beszélünk, hanem arról a magyar kultúráról, amit Klebelsbergék és többek között a Napkelet épített föl nagyon rövid idő alatt, és sajnos történt olyan világesemény, aminek révén ez a munka megszakadt, mert ha folytatódik, szinte biztos vagyok benne, hogy nem itt tartanánk, ahol most tartunk. Nem tudunk elég hálásak lenni Klebelsbergnek, aki ugye úgy fogalmazta meg, hogy amit elvesztettünk a háborúban, a kultúrába tudjuk visszaszerezni, a népiskolák oktatás, és ő fölismerte a médiát. De hát van itt nekünk egy trianoni szemle szerkesztőbizottsági tagunk, Domonkos László. Igen, hát a sajtó, én is kicsit Arthurhoz kapcsolódva, de áttételesebben akarnám én is azzal kezdeni, hogy tulajdonképpen mi minden is volt, ami indokolta Klebelsberg oldaláról, de magának a Napkelet létrejöttének a, majdnem azt kell mondani, hogy létszükséglet mi volt. Tehát, hogy mennyire jó, mennyire kellett, hogy a Napkelet létrejöjjön. Annak egy nagyon érdekes és talán kellő figyelmet eddig nem nagyon kapott vetülete is volt. Közvetlenül a kommün bukását követő időkig kell visszamenni, és néhány olyan nevet és néhány olyan lapot, orgánumot megemlíteni, amiknek nagyon fontos szerepük volt. Közvetett szerep, de nagyon, nagyon logikus szerep a Napkelet létrejöttében. Ugye ne felejtsük el, hogy pánikszerűen menekülnek a kommün résztvevői ugye 19 augusztusától, és a legnagyobb menedéke, a fő Elízium, az itt volt a szomszédban, a nyugati szomszédságban, Bécsbe, amit Vörös Bécsnek is neveztek, hát nem úgy volt kommunista, mint a kommün, de hát, hogy mondjam, enyhén szólva a cinkosság közé tartozott, Szozdemeknek nevezte magát ez az akkori osztrák vezetés, hát mennyire volt Szozdem, mennyire volt rózsaszín, vagy félig vörös, most ebben nem menjünk bele, de mindenképpen alapvetően menedéket nyújtott a kommün menekültjeinek, és a legrövidebb időn belül ez a nagyon érdekes, tehát már 19 őszén, és a későbbiek folyamán, tehát közvetlenül abban az időszakban, ugye ne felejtsük el, hogy Horthy Miklós 19 novemberébe vonul be Budapestre, és még mielőtt aláírnák a szégyenteljes diktátumot június 4-én, akkorra már, ha nem is konszolidáció, de mindenképpen egy rendezettebb, a konszolidáció irányába mutató állapotok kezdenek létrejönni Magyarországon. Tehát 19 legvégén, főleg a 20-as év elején, és aztán 1920-ban végig, egy ilyen lassú rendeződés, tehát kezdenek ebbe a szörnyűséges helyzetbe, de úgy, ahogy rendbe jönni a dolgok. Mindezen közben Bécsben, mint csak egy gombot nyomtunk volna be, kicsit mint a mai módon, mikor a média megindul. És akkor a média hadjárat indul, interneten is lehet látni, pillanatokon belül hisztériásan egymást követik ugyanarra a kaptafára. Félelmetes dolog, hogy ez több mint 100 évvel ezelőtt az akkori technikai körülményeket véve alapul ugyanígy történt. Egy Göndör Ferenc nevezetű közismert kalandor hozta létre először 19. szeptemberi, már ha jól emlékszem, az Ember című lapot, ez nem nagyon ismert ez az orgánum, ez volt a vezérűrű, hogy így mondjam, ő kezdte, és ami igazán nagy nevet kapott, és nagyon jó nevű lapnak számít a magyar sajtótörténetben, ez a Bécsi Magyar Újság, amit a Ludas Matyi később közismert főszerkesztője, Gábor Andor, a név talán ismerős, ő volt az egyik szerkesztője, de olyan kiváló, más szempontból kiváló emberek is megfordultak a szerkesztőségbe, mint József Attila későbbi jó barátja, Németh Andor, de Déri Tibor is, hát Déri Tibor három hónap után ott hagyta a lapot, mert nem smakó, ennél azért sokkal jobb ízlése volt, és nem is igazán volt ez neki való. De először az Ember című lapban, utána pedig a Bécsi Magyar Újságban olyan elképesztő mocsok, hazugság és rágalom áradat indul meg Magyarország ellen,
A világosság a harmadik, de ezeket a cikkeket nyugodtan lehet, ez a félelmetes párhuzam a mával, ennyire nincs új a nap alatt, elképesztő módon lehet párhuzamba vonni a 2010 óta Magyarország ellen folyó roppant egységes, nagyon erőteljes és állandóan újabb és újabb hullámokba előjövő támadásokkal. Ez azért döbbenetes, mert egy kitűnő szerző Május Elemér a Vörös Emigráció című könyvében nagyon alapos és nagyon mély elemzést ad erről, nagyon-nagyon rövid részletet olvasok csak fel ebből. Ő úgy jellemzi ezeket az orgánumokat és ezt a hangnemet, amit ezek a derék urak képviseltek. Göndör Ferencből indul ki, de aztán eljut elég hamar a Bécsi Magyar Újságig, mert a világosságig is. Azt mondja, a fehér terror mítosza is itt kezdődik egyébként, hogy rögtön mondjam, hiszen ez időbeli egybeesés van. Először ez a fogalom. A fogalom, így van, tehát ők találták ki. És a következőt írják. Azt mondja, a fehér terror idézel elleni harcot maga Göndör kezdi meg, aki már 1919. november közepén megjelenteti ezt a bizonyos heti lapot. Azt mondja, valóban nem egy helyen, hát ezt tudjuk, valóban volt egyfajta népszenvedés, volt bizonyos önbíráskodás, na de tömeges terrorról beszélni, most ebben ne is menjünk bele, az enyhén szólva barokkos túlzás volt, és magyarán hazudozás. Hajmeresztő történet, most idézem Májuszt, hajmeresztő történetek jelennek meg rikító színekkel, borzadályt és undort keltő leírásokkal. Megesett ugyan, hogy az állítólag szörnyű módon lemészároltak, utóbb jó egészségben előkerültek. De ezek a lappálieket csöppet sem zavarták a had működését. Hiszen előttük úgysem az igazság volt fontos, hanem a magyar kormány és a magyar nép iránti ellenszenv felkeltése. És ez a lényeg, és miután elszigetelt magyar nyelvünkről van szó, és más forrás nem nagyon volt, Hortyéknak épp elég gondjuk, bajuk volt 1919 végén, 20 elején, mint ahogy még az Orbán kormány se tudott 100 évvel később kellő elleninformációt és kellő hatékonyságú cáfolatot jó darabig kibocsátani, itt pláne nem lehetett, tehát ezzel a monopol helyzettel egészen kivételesen aljas módon visszaélve folyt ez a hadjárat, ami iszonyatos károkat okozott, tehát a média szerepe az már ekkor is enyhén szólva nem volt lebecsülendő. Igen, az azért egészen félelmetes, hogy gyakorlatilag 100 év után reinkarnálódtak ezek a karakterek, ezek a figurák, ezek a módszerek. Nem érdemes most megfejteni talán, csak tudomásunk kell venni, hogy ezekkel együtt kell együtt élnénk. Viszont most történik a nagyvilágban egy olyan átpolarizálódás, ahol hirtelen a kommunistákból nácik, fasiszták lesznek, ezért nem fognak tudni minket olyan egyszerűen lefasisztázni, vagy lenácizni, tehát most nagyobb bajban vannak, de a gyűlöletük ez oldal felé még erősebb, erőteljesebb. Én úgy gondolom, hogy egyetlen dolgunk van, mégpedig, ha meg egy mondatot idéznék Tormai Ceciltől, hogy egy népnek, amelynek elvették a határait, hogy ne védhesse magát, amelytől elvették fegyvereit, hogy ne támadhasson, nem marad egyebe, mint az irodalma. És ez az irodalma Napkelet. Így van. Amikor készültem erre a beszélgetésre, sok anyagot átnéztem, nem csak azokat, amiket a laudáció alkalmával kutattam ki, hanem olyan anyagokat is, amelyek arról beszélnek, hogy a módszerek mennyire ugyanazok. Itt Tormai Cecil és a Napkelet összeköttetésében először egy mondatot, ez a mondat fontos mondat. Mielőtt a Napkelet megindul, másfél évig tartott a szervezése. Tudni, hogy 21 végén már fölvetődött, hogy kellene ez a lap. És amikor végül összeállt a dolog, és hogy főszerkesztőnek kell lenni ennek a lapnak, ez természetesen nagyon komoly, más lapok tekintetében így volt, nagyon komoly anyagiakkal járna. Tudják, mit válaszolt erre Tormai Cecil? Klebelsbergnek. Hogy tudja maga, hogy én szegény asszony vagyok, de ezt a nemzet iránti elkötelezettségben teszem, én ingyen fogom szerkeszteni a lapot. Képzeljük egy főszerkesztőt, Tormai Cecilt, aki ingyen szerkesztette az akkori Magyarország jobboldali nemzeti konzervatív értelmiségének a lapját. Ez a lap ugyanis nem csak irodalmi lap volt, nem csak kritikákat jelentetett meg, nem csak tanulmányokat, de a földrajztudománytól a zenéig, Kodály Zoltánig mindenki publikált benne. Aki akkor ennek a nemzeti elkötelezettségű európer
Ugyanakkor Európer értelmiségnek a színejava és krémje volt szellemi értelemben, az mindenki publikált. De hogy irodalomból néhány nevet hadd soroljak. April Lajos, Berde Mária az erdélyi irodalomból, Gulácsi Irén, a korszak egyik híres polgári írónője, Hanvas Béla, Herceg Ferenc, Juhász Gyula, Kodolányi János, Kunc Aladár, Májusz Elemér, lám egy történész, aki nem irodalmat publikál, Mécs László, Pilinszki János, Németh Andor, aki a Nemzeti Színháznak lesz, aztán intendánsa is, aki átalakítja az egész magyar színjátszást, Németh László, Ottlik Géza, Reményik Sándor, Pajzs Dezső, a nagy nyelvész, tudjuk, akinek az olvasatában a halotti beszéd és könyörgést tanítottuk évtizedeken keresztül, ez a látjátok, feleim szüntük el, mik vogymuk is a pures homó vogymuk, mennyi milosztben terüntevé, elevé, mi üsemükű tádámot, és odotta volá neki paradicsumot hazová, és ment paradicsumban való gyémincsektől élnie, és mondaná néki, és aki nopu nem dülos gyimilstül, halálnak halálál holsz. Hadlavá holtál teremtevi Istentől, de felüdevé, stb. Most nem fogok végigmondani, természetesen még van négy sor. Ami a lényeg, hogy Pajzs Dezső is ott publikál. Pilinszkit említettem, Ravasz László, a nagy püspök, a Magyar Református Egyház püspöke, aki 18-ban lép ki, és aztán fölismerve bizonyos dolgokat, és lesz aztán református. Rónai György, Sajó Sándor, Sík Sándor, Somogyvári Gyula, Szabó Zoltán, ez az a Szabó Zoltán, aki magyar népi irodalom egyik vezéralakja lesz. Szerb Antal, a nagy irodalomtörténészünk, Tamási Áron, Tersánszki Józsi Jenő, Turzó Gábor, aki később még a rendszerváltozás után is jelentős irodalmi szerepet játszik, Vörös Sándor, Zilahi Lajos, aki akkor már nem csak író, hanem sokkal inkább ismert filmrendező és filmproducer. Hiszen a 30-as években nem csak filmvállalata lesz, hanem olyan filmes produkciókat csinál, amik eljutnak nem csak délre, és nem csak a Kárpátra, de az Egyesült Államokba, Németországba. Zilahi filmeket játszanak és forgalmaznak. Mindez miért fontos? Ez a lap sokkal több volt, mint a Nyugat. A Nyugat sokkal inkább egy, mondjuk így, a polgári radikális nem szeretem, mert azért az mást jelent. De inkább azt mondom, városi polgári folyóirat volt, akik ennek a gondolatnak a jegyében még az internacionalizmus sem igaz rájuk. Hiszen azért ott van Juhász Gyula és Tóth Árpád, akik mindenek voltak, csak nem voltak internacionalisták. Juhász Gyulánál jobb magyar ember nem nagyon kell. Zárójel bezárva. Hiszen a legnagyobb Trianon verseket ő írja. De ami a lényeg, az amikor a Napkelet megjelenik, akkor annak a reménye csillan fel, hogy az új Magyarországon létrejön egy olyan szellemi koncentráció, amely nem csak képes ellen tartani a nyugat szellemi koncentrációnak, hanem, és ez a lényeg, ez a döntő lényege, eleme és magva az egész Napkelet működésének, hanem a társadalmi közgondolkodás, az átállított, torzan átállított társadalmi közgondolkodást helyreállítani lesz képes. Vagyis létrehozza az új magyar társadalmi tudatot. Mint ha azt mondanám, egy új entitás és identitás képzés kezdődik ekkor el. És amit mondtál, hogy nem is tudom, ki mondta, hogy 20 év az milyen rövid idő, valóban nagyon rövid idő. Kétségtelen tény, hogy rövid idő. Azonban az akkori szellemi eredményeket, azt a koncentrációt, azt mind a mai napig forrásként, kimeríthetetlen forrásként tudjuk használni. Gondoljuk csak ekkor jön a Kodály módszer, ugye a zene mindenkié, amikor 40 ezer ember majd 1938-ban a Hősök terén együtt énekel, Forra világ, Bustengeró magyart, 40 ezer fiatal. Ki merte volna ezt állítani, hogy valamikor 18 előtt ezt meg lehetett volna csinálni? Még a boldog békeidőkben sem. Ugyanez a szellemi koncentráció volt a népi írók hatalmas erőfeszítése nyomán. Németh László harmadik utas politikája, a Kert Magyarország, amelyik azt mondja, nem fasizmus és nem kommunizmus, hanem meg kell keresni a magyar utat. És még sorolhatnám, ebből a szellemi gyökérzetből táplálkozunk ma is.
befejezem, ilyen, bocsánat, hogy nagyon túlterjeszkedtem, de egy fontos mondatot szeretnék elmondani. Néhány nappal ezelőtt a Várkert bazárban tartottak egy igen fontos rendezvényt. A Várkert bazárban a Polgári Magyarország tartott ott egy konferenciát, és ennek a konferenciának a lényege az volt, hogy Lánci András professzor tartott egy másfél órás előadást azzal a címmel, hogy a konzervatív megváltás. Lánci András alapvetően politikafilozófus, és ilyen értelemben egy hihetetlen hosszú és nagy ívet húzott egészen a görög filozófiától a 20. századi filozófiáig. Konklúziókat mondok, kettőt. Az egyik azt mondja, a 20. század filozófia irányzatai bemutatták, hogy az ember tulajdonképpen természetesen szimplifikálva, nagyon leegyszerűsítve, mert nem akarok filozofálni, kettő között választhat, az Isten és a semmi között. A másik nagy gondolata az volt, hogy ennek a világnak és ennek a mai társadalomnak, és itt most a világtársadalmáról, a nyugati világtársadalomról beszélek, a legnagyobb problémája az, hogy az én túlterjeszkedése, vagyis amikor az individualizmus szélsőségessé válik, amikor egyetlen egy mérce van, ez a mérce én. És ha én azt mondom, hogy nincsenek korlátok, akarom, nemet váltok, hogy bármit megtehetek. Ha akarok, a szabadság nevében kábítószerezem, akárha le kell, ölök is, bármi. Tehát amikor megtörténik az én túlterjeszkedése, és létrejön a nyugati világnak ez a fajta túlindividualizáltsága, akkor az természetszerűen kerül ellentétbe majd a kollektivista társadalmakkal. Mi ezt úgy fogalmaznánk meg, nagyon leegyszerűsítve, hogy Kína és Egyesült Államok. Ott kétféle ember él. Az egyik egy kollektivista gondolkodásban fölnevelkedett ember, ahol a közösség, mint fogalom, megelőzi az egyént. A másik a nyugati társadalmak, ahol gyakorlatilag a közösség érdeke az szinte egyáltalán nem számít. Kit érdekel, hogy ők mit gondolnak? Hogy mi lenne a törvény, vagy a szabály? A napkelet nem csak kísérlet volt, hanem eredményeit tekintve mind a mai napig kimeríthetetlen forrása a nemzeti konzervatív gondolkodásnak és identitásképzésnek. És hát nem csak az identitásképzésnek, hanem valóban egy olyan fantasztikus szellemi holdudvart tudott verbuválni a szerkesztőség, amely egészen parádés, és az előbb már hallottuk, hogy talán még erősebb is volt, mint a nyugat. Abszett. És nem csak, hogy erősebb volt, hanem az üzenete sokkal fontosabb volt, míg a nyugat egy hát lássuk be, egy internacionalista, egy inkább a nagyvilág fele orientálódó, nagyon nívós, fantasztikusan nagy alkotókkal büszkélkedhető orgánum volt, de a napkelet pedig a magyarság problémáival foglalkozott, amire nagyon szüksége volt az országnak, pont egy Trianon utáni rettenetes, vert, megnyomorított, elszegényített állapotban is. Ezt a hitet adta vissza a napkelet, hogy létezhet. Még egy dolog, hogy fantasztikus volt, hogy Klebelsberg fölismerte a média jelentőségét 100 évvel ezelőtt. Egészen el vagyok képedve én, aki a médiával foglalkozom, és egy ilyen kislap a kor akkori színvonalán, ugye egy olvasó, egy lapra nem is tudom, hogy hány tucat olvasó jutott kézről kézre, adták, eltették. A csúcson 10 000 példányban jelent meg. Ez volt a legnagyobb példányszám, amit valaha kiadtak, igaz, ez egy példányszámra vonatkozik. A nyugat, amikor a legnagyobb példányszámban megjelent, még a királyi Magyarországon 900 példányban jelent meg. 1934-re a nyugat példányszáma lemegy 340-re. Ebből egy csomó remittenda lesz. Néhány nagyváros nagypolgári rétege rendeli a nyugatot. Tehát a minőséggel nem vitatkozunk, de azzal, hogy milyen volt a társadalmi beágyazottság ennek a két lapnak. Hát most az új időkről mondtam ezt, a napkelet pedig mondom a csúcson 10 000 példányban jelent meg. Ez hatalmas példányszám egy ilyen vastag, sőt ennél még vastagabb kötetekhez képest. Óriási társadalmi hatása van. Az egész nemzeti konzervatív magyar értelmiség napkeletet olvasott. Ha már itt van egy eredeti napkeletünk, egy picit lapozzunk bele. Hát,
Igen, ez az 1928. február 15-i szám, hogy miért pont ezt hoztam el, annak külön oka van, mindjárt elmondom, ha kapok egy kis időt. Nagyon röviden a Kacsó Sándor, Erdélyi Kacsó Sándor az első szerző, akit mondok. Németh László Népiesség és Népiség című tanulmánya ebben a lapszámban olvasható. Később nevessé vált prózaíró Bíbó Lajos a Raptűz című regény részlete. Mécs László, emlegettük már. Van egy nagyon érdekes elméleti írás, majd erről szeretnék kicsit bővebben beszélni, de a szerzők között még olyan neveket találunk, mint az említett Május Elemér, Mécs László, mondtam már, Falu Tamás, később a nyugati magyar emigrációban vált elsősorban híressé vezető költővé, de mutatom például a recenzensek, vagy akinek a műveiről írtak például, Komáromi János, aki akkor nagyon neves regényíró volt, az ő regényével foglalkoztak például. Aztán volt egy olyan, nem akármilyen szint, a Mécs Lászlónak a Magyarok című verse például ebben a lapszámban olvasható. Ez egy átlagos lapszámnak mondható, egyébként nincs ebben különös. Mondom, ami miatt kiválasztottam, az egy új fogalom bevezetése volt, ami az, talán rímel arra, hogy a Napkeletnek a szükségessége miért volt annyira rendkívüli, miért volt akkora szükség rá, hogy miközben ezek a derék elvtársak tomboltak Bécsben, és kígyót békát mondtak a hazánkra, akkor közben Magyarországon egy folyóiratban, egy igényes folyóiratban, aminek elég hallottuk, hogy elég tekintélyes olvasottsága volt, az egy újfajta nacionalizmus körvonalait próbálták megvilágítani, és a neonacionalizmus kérdéskörét vezették be, és a neonacionalizmusról kezdődött egy, hát én nem mondanám vitának, de mindenképpen egy olyan kerekasztal beszélgetés szerű cikksorozat, amiben például megszólalt Május Elemér is, de például több írás is volt. A Május Elemér, aki mondtam, örös emigrációról ezt a nevezetes tanulmányt írta, kitűnő történész volt egyébként, most kezdik egy kicsit talán felfedezni, jellemző, hogy a Vörös Emigráció című kötetet a Havi Magyar Fórum 99-ben közölte a folytatásokban, itt van, és csak jóval később jelent meg könyvalakban, alapmű egyébként a magyar 20. századi magyar történelemben. Napkelet közli majd részletekben utána, igen, a Május Elemért is. És Május Elemértől közlik azt is a neonacionalizmus kapcsán, amiben Május Elemért történész létre megfogalmazza értelmiségünk és a neonacionalizmus, tehát egy újfajta nacionalizmus, egy újfajta nemzeti szellemnek a létét, fontosságát, kérdéskörét próbálja megfogalmazni. Tehát ezek rendkívüli jelentőségű szellemi teljesítmények voltak, és miután ekkor, tehát ez a lapszám, ez ugye 28-ban van, ez már az a 20-as évek, amikor Magyarországon ez a bizonyos általunk betleni konszolidációnak tanult időszak, már hogy így mondjam, a derék idejét a vége fele tart, de már azért úgy megalapozta magát, tehát nagyon jól szolgálta azt a fajta folyamatos szellemi megerősödést, ami párhuzamosan, szükségszerűen eljött azután a mélypont után, amire még több lapáttal rá akartak tenni ezek a derék elvtársak ott Bécsbe, mert ne felejtsük el, hogy azért annak megvolt a maga hatása. Gondoljunk arra, hogy a 20-as évek első felében Magyarországnak milyen nemzetközi ellenszélben kellett megerősödnie, tehát a 25-26-ig tartó időszak durván, lehet így mondani, tehát a betleni konszolidáció első évei, az nem akármilyen nemzetközi környezetben, és erről nem csak a kisantant tehetett, tehát eléggé meg volt alapozva az az ellenszenv, amivel szemben Magyarországnak fel kellett lépni, ennek a defenzívájából való, a szükségszerű defenziából való kilépést, azt, hogy ebből kellő módon, szellemileg magas szinten ki tudja emelni a fejét az ország, ebben a Napkeletnek és például ennek a neonacionalizmus, mondjuk így, hogy vitának, óriási szerepe volt. Vajon, mondjuk ha lefordítjuk, hogy neonacionalizmus, akkor pontosan értjük, hogy miről van szó a mai napig, ez határozza meg a közéletünket, vagyis a Napkelet mai napig aktuális. Pontosan. Pontosan. A nacionalizmus egyébként, tehát erről a múltkor már volt, szóval, akik a előző beszélgetésen itt voltak, ott elmondtuk, hogy ugye a mai értelemben a nacionalizmus az ugye az ördög öreg anyjának felel meg körülbelül. Alapvetően pejoratívan van beállítva, olyan mértékű a fogalmi zűrzavar, összezavarodottság, hogy amit nacionalizmusnak mondanak ma, kommunista mintára is maradványként, az a sovinizmus
fogalmának felel meg. A nacionalizmus benne van a szóba, a náció latin szóból, az a nemzetpártiságot jelent, és én a múltkor elmondtam, hogy Jászi Oszkár, amikor nagy naivan rácsodálkozott a románokkal való 18-as tárgyalásai során, azt mondta, hogy hát uraim, önök nacionalisták. És a román tárgyaló felde azt mondta, igen, uram, mi nacionalisták vagyunk, de elsősorban saját népünk és nemzetünk érdekeit tartjuk szem előtt. Ez a nacionalizmus. Ebbe a világon semmi negatív nincs. Úgy állították be szándékosan, hogy nacionalisták, tehát azokra mondják, hogy nacionalisták, és ez teljesen elterjedt, és okos, értelmes emberek is ilyen pejoratív értelemben használják, ami a sovinizmus jelentéstartalmának felel meg. Ez a neonacionalizmus értelmezés akkor még teljesen tiszta és egyértelmű volt. Igen, hát a nyelv is fegyver, meg a szómágia, tehát gyakorlatilag el akarnak venni tőlünk szavakat, kifejezéseket, pontosan ezt, miközben mi pontosan tudjuk, mi arra gondolunk, hogy patrióták vagyunk, mert nem merjük elmondani azt, hogy nacionalisták vagyunk, ugye ezért szerényebben patriótát mondunk. Az író szemével ez hogy működik? Éva. Zsuzsa. Most még szeretnék egy gondolat erejéig visszatérni, amivel Domokos beszélt a nemzetközi ellenszélre, hogy ez milyen erős volt. És itt beszéltünk ugye a Maius Elemér könyvéről, a vörös emigrációról, amely a Maiusi életműben egy kakukktojás, hiszen ő történész, levéltáros, ennek a tanulmánynak viszont az igazi ereje a történészi látásmódban és a módszertanban gyökerezik. És Maius részletesen foglalkozik azzal, hogy az emigránsok hogyan próbálták mindenáron megtartani a hatalmat, illetve visszatérni a hatalomba, és ehhez semmi nem volt drága. Megszervezték a környező országokban, ahol egyáltalán szóba álltak velük, elsősorban ugye Csehszlovákiában, Romániában és Jugoszláviában is, és itt az elvtársakat arra biztatták, hogy akadályozzák meg, hogy a népszavazás legyen azokon a területeken, ahol kérdéses a nemzetiségi arány. Olyan erős az aknamunka, hogy egyetlen egy helyen, Sopronban került sor a népszavazásra. És hogy csak egyetlen egy helyen, ez a vörös emigráció tevékenységének az eredménye. Egy másik fontos dolog, amiről beszél a Maius, hogy 1920-ban megszerveznek egy nemzetközi szakszervezeti konferencián Amszterdamban egy olyan bojkotot, amely azt tervezi, hogy Magyarországot teljes egészében elvágják a világtól, ezt márciusban meghirdetik Amszterdamban, és 20. június 19-e vasárnaptól kezdve teljesen elvágják Magyarországot, mindenfajta sajtó és élelmiszer, semmi nem kerülhet be az országba. De szerencsére a szakszervezeti szövetségek nem mindenütt voltak kommunista vezetés és irányítás alatt, és érdekes módon Nyugat-Európa jelentős országaiban a szakszervezetek nem csatlakoztak ehhez a felhíváshoz, egyedül kitartottak a csehek, románok, illetve a legvégsőkig az osztrákok. Tehát miután néhány hónap múlva a szakszervezeti, nemzetközi szakszervezeti szövetség elállt a teljes bojkottól, Ausztria mindvégig kitartott, és Ausztria bojkottját csak azt tudta megakadályozni, hogy akkor Magyarország is úgy döntött, hogy sem kőszenet, sem élelmiszert nem juttat Ausztriába. És ekkor az osztrákok kénytelenek voltak meghátrálni, mert szerencsére a csehek ebben a dologban mellénk álltak, és kőszenet nem juttattak el az osztrákokhoz. Tehát egy mérhetetlen, erős ellenszélben kellett azt, amit úgy nevezünk, hogy nemzet, újjáépíteni. Ugyanis az ország területének jelentős részét elvesztettük, de a nemzetet nem vesztettük el.
És a nemzetnek van itt óriási jelentősége szemben a úgynevezett internacionalizmussal, amely az egoizmus, az ént állítja középpontba. Ez az a nemzet felfogás, amely az ént úgy kezeli, hogy az egyén csak azáltal teljesedik az egyéni szabadság a közösségi létben. És a közösségi létben kiteljesedő egyén a nemzetben olyan fontos eredményeket képes elérni éppen a nyelv segítségével, amely ebben a hihetetlen, erős támadás sorozatban, amelynek azért voltak előzményei, 900-tól gondoljuk a 20. századra, de a továbbiakban, és azért lenne nagyon fontos, és már azt hiszem múlt alkalommal volt arról szó, hogy egy új napkeletet, tehát létre kellene hozni egy hasonlóan a magyar nemzeti gondolkodókat, érzésvilágot megjelenítő folyóiratot, mert 45 után ismét ez a Nemzetietlen Társaság került hatalomra, és azt gondolom, hogy a mai napig az egyetlen terület a kultúra és a tudomány, ahol a napkelet szellemisége nemhogy nem tudott áttörni, hanem csak nagyon részlegesen vagyunk képesek ezt a szemléletet továbbvinni. Egy fontos kiegészítést tennék, hogy azok, akik magyarságra törtek 19-ben, azok nem egy külföldi központ irányítása alatt törtek, hiszen akkor Lenin és a bolsevik párt nem volt olyan erős, még nem létezett úgy a Komintern. Ezek önfejűen úgy gondolták, hogy ez a helyes. Volt hozzá pénzük, ugye, mert a tanácsköztársaság után kifosztották a bécsi nagykövetséget, a tanácsköztársaság elvitte, amit csak mozgó, egy vonaton el lehetett vinni. Tehát gyakorlatilag ezek a jó emberek, ezek gyakorlatilag úgy gondolták, hogy a magyarokra kell törniük, és így cselekedtek már 19-től. Később aztán megszerveződött, lett ennek egy szervezeti formája, változatlanul bolsevikok voltak, miközben élvezték azt a fajta kvázi nyugati jólétet, tehát onnan törtek a rettenetes szegénységben élő, 20-as évek közepéig a konszolidáció végéig élő Magyarországra. Van egy történészünk is. Igen, itt elhangzott Májusz Elemérnek a neve. Azt gondolom, hogy elég keveset tudunk róla is, pedig olyan munkái vannak, amit talán alapműveknek tekinthetőek. Velem a doktori képzés során a Károli Gáspár Református Egyetemen elolvastatták a Felvilágosodás kora Magyarországon munkáját Májusznak, és Májusz valami hihetetlen adatgazdag munkája ez a Májusznak, és adatgazdag módon mutatja be azt a folyamatot, amely révén Erdélybe többségbe kerül a románság. És miért kezdem ezzel, mindazon túl, hogy Májusz? Ugye itt sokat beszéltünk arról, hogy 133 napon keresztül hányszor és milyen otromba módon erőszakolták meg hazánkat a kommunisták, de nagyon keveset beszélünk arról, és eznek komoly jelentősége van a talpraállás tekintetében, hogy ezek nem csak megerőszakolják hazánkat, hanem gyakorlatilag az erőszak után odadobják újabb erőszakra a román hadseregnek. És előfordul az rövid időn belül, amint ilyen a török évtizedeken és majdnem egy évszázadon keresztül küzdött, ugye a Mohács után, hogy ott áll kiszolgáltatottan az ország, az államapparátus és államvezetés nélkül, és ez megtörténik 1919-ben, és ezért csoda az, amit 1920-ban és 30-an Hortiék végre tudnak hajtani, mert amit nem vittek el Kúnék, nem loptak el Kúnék, azt ellopja a román hadsereg. És ugye a lelki dolog, tehát ugye a 30-as évek végén Nobel-díjasaink vannak sorozatban, 1938-ban világbajnoki döntőt játszik a magyar válogatott az olaszok ellen, és ugyanúgy, ahogy az 50-es évek elején ott is beleszólt a politika, ugye a Mussolini féle Olaszország kellett nyerje a döntőt. De miért mondom ezt? Az a magyarság, aki lelkileg meggyötörten, annak a tudatában, hogy egy felfegyverzetlen, mezítlábos, bocskoros, szedetvedett, egyenruha nélküli román hadsereg el tudott menni Győrbe, tehát ez a trauma nem csak feldolgozódik,
hanem gyakorlatilag ez egy hajtóerővé válik. És hogy mennyire nagy trauma ez, most gondoljanak bele, ha csak a román történetírás nézzük, akárhányszor arról van szó, hogy Magyarország megszállása és Trianon, a román történelem szakirodalma arra hivatkozik, hogy a román hadsereg nem megszállt bennünket, hanem megszabadított bennünket a bolsevikoktól. Megszabadított bennünket a bolsevikoktól. És ez máig ható tényező, amiről nem sokat beszélünk, pedig bizony ez is komolyan része volt mindannak, amit aztán Klebersbergék sikerrel véghez tudtak vinni. A nemzetfelfogás és lélek átalakítás. A vesztes nemzetből győztes nemzetté való szemlélet átalakítás. És egy utolsó gondolat, és befejezem, szó volt ugye a fogalmak félremagyarázásáról. Ugye ezer meg ezer támadás éri Tormaiékat a faj fogalmának használatával kapcsolatosan, miközben aki csak egy kicsit beleveti magát a szakirodalomban, tudja, hogy a korszakban nem fajelméletről van szó, a faj az egy nemzetet jelent, a nemzetnek a szinonimája. A cirkuszában pontosan. Például. De kihasználják azt a tudatlanságot, amivel ma egyesek rendelkeznek, és rögtön fajelméletről hadoválnak. Nagyon örülök annak, hogy összekapcsolta ezt a két fogalmat, ezt a két kört Artúr, mert ha a románokat, illetve a dolognak ezt a nagyon erőteljes nemzetségi oldalát veszem, hát talán tudják a jelenlévő közén, elég sokat foglalkoztam a székely hadosztállyal és a székely hadosztály harcaival. És van egy nem is nagyon, hogy mondjam, titkolható és ugyanakkor megdöbbentő árulkodó jel a székely hadosztály harcai közepette arról a társaságról, amiről itt bécsi magyar újság és különböző egyéb okok és egyéb jelenségek révén beszéltünk. A leghétköznapi dolog a székely hadosztály, ugye tudjuk, hónapokon keresztül védi egy olyan frontvonalat, amit megmondták a modern hadtörténelemben példátlan, hogy ennyi időn keresztül ennyi ember olyan körülmények között annyi időn át védeni tudjon egy olyan hosszúságú frontvonalat, mint amit ők megtettek. Mindezen közben ugye a kommün hatalomra jut, március végén. És már a Károlyi féle vezetés alatt is állandóan küzdött a székely hadosztály különböző ellátási problémákkal, nem élelmiszerre gondolok elsősorban, hanem főleg fegyverzetre és lőszerre, ami még a élelmiszernél is fontosabb volt, téli ruházatról nem beszélve, mert az se volt egyébként. Na most a kommunisták először megjátszottak, igen, hát mi is ugye a proletár hazát védjük, és tartsatok ki dicső vörös székelyek, mert így is próbálták őket nevezni, nem tetszett a székelyeknek, mondanom se kell, de kezdetben úgy tettek, mint a segítenének, és elkezdtek a lőszer és fegyverszállítmányok megérkezni a frontra. A front jelentős része, talán a legismertebb, hogy a Csucsai frontnak nevezik, hát nem csak ott volt, de a Csucsai állomás az egy jelentős kirakodó hely volt, oda érkeztek a vagonokkal a szállítmányok, már amikor érkeztek, és megérkezett egy nagy szállítmány, ezt többen leírták ezt a történetet, vagonokkal a székely hadosztálynak, nagy örömmel kezdik kipakolni, lövegek, hát óriási dolog tüzérségnek, és a lövegeket úgy küldték, amikor kibontották a vagont, hogy a lövegeken nem volt irányzék. Elképesztő. Micsoda elvetemültség kell ahhoz, gondoljunk bele, mert ez nem véletlen volt, nem linkség volt, nem elhanyagoltság, ez tudatos dolog volt. Úgy segítek, hogy dögölj bele. Körülbelül ez a dolog lényege. Elképesztő, nagyon sokat elárul arról, hogy tulajdonképpen milyen emberek voltak ezek, amikor a hazát védő embereknek azt mondom, hogy segítek neked, és olyan löveget küldök, amin nincs irányzék. Most a reakciót el lehet képzelni, meg a hatást, de azt is, hogy aki ilyet megtesz, az mi mindenre képes. Egészen elképesztő mértékű elvetemültséget tételez föl. Köszönöm. Hát ennek az is az oka lehet, hogy valahogy a magyarság árulói sokkal többen vannak, vagy úgy tűnik nekem, mint más népeknél. Kedvencem Lindner Béla, aki még a Károlyi idők környékén leszerelte a magyar hadsereget, egyébként ezáltal lettünk védtelenek. Lindner Béla ma nemzeti hős. Hol? Szerbiában. Ott. Köszönet neki. A másik dolog, A másik dolog, hogy a tanácsköztársaság nem azért indított háborút, hogy visszaszerezze a magyar területeket, tehogy is. Egyesülni akartak a szovjet oroszokkal, hogy a magyar ország területét szovjet államát tegyék. Tehát ez volt a vágyuk. Aztán... Magyar zászlókat be kellett venni a tűzött felvidéki városokban. Elképesztő sok árulunk volt, viszont még korábban szeretett volna Kakaromiáj egy névről valamit mondani, Május Elemér nevét nem sokan ismerjük, vagy legalábbis szükség lenne rá, hogyha kicsit felvilágosítanál.
Igen, azt hiszem, hogy Május eleméről azért érdemes beszélnünk, mert ő tulajdonképpen maga a történelmi esemény, ugyanúgy, ahogy Tormai Cecilt, maga a magyar történelmi események szörnyűsége teszi mássá, mint amilyen igazából. Tormai Cecil és Május Elemér pályafutása abban is hasonlít, hogy az egyik tisztán írónőként kezdi a pályáját, apró bűnök, apró szerelem, régi ház, lehet mondani sorba a nagyműveit. A 10-es években már Tormai Cecil Európa szerte ismert, a baloldali Anatole France-tól a jobboldali később fasisztává vált, vagy német nacionalistává vált D'Annunzión keresztül, Marcel Tiner, aki a Francia Akadémia tagja volt, az úgynevezett halhatatlanok egyik tagja. Mindenki üdvözli a legnagyobb, például a Revue de Paris-ba, az egy francia irodalmi folyóirat, mindenki üdvözli. Május tudósként kezdi. Az egyik legnagyobb középkorász, az Anjou-korszt vizsgálja, Nagy Lajos és Kora című műve, vagy az Anjouk című műve ma is kihagyhatatlan azok számára, akik egyáltalán ezzel a korszakkal akarnak ismerkedni. Május tudós volt. Azonban, amikor jön egy történelmi helyzet, akkor a legnagyobbak mindig megérzik, hogy most valami mást kell csinálni. Tormai Cecilnek, amikor utoljára 18-ban, még a háború előtt, az első világháború még tart, amikor megjelenik a Viasz figurák című novellás kötete. Óriási siker. Mindenki elmondja, hogy a legnagyobb európai írónő, egy fiatal írónő, egy zseniális, üdvözli és ünnepli az egész nyugat-európai irodalmi világ. Igen, ám csak 18-19-ben történik valami ezzel az országgal. És akkor Tormai megérzi, hogy hát akkor most nem irodalmat fogok írni. Most nem irodalmat kell írni, hanem valami egészen mást. Ugyanígy van vele Május Elemér is. Hiszen a nagy középkorász, és aztán később 30-as évek végén is, arról a korszakról még nem beszéltünk, meg majd a későbbiekben is mást is fog írni, újra visszatér majd a történetíráshoz. De most Május egy nagyon furcsa fölkérést kap Szekfű Gyulával együtt, és itt most egy mondatot engedjenek meg Szekfűről is, mert megkapják a fölkérést, hogy írják meg ezt az egész történetet, a vörös emigráció történetét. Május azt mondja, hogy akkor ismerkedtem meg Szekfű Gyulával, és akkor ábrándultam ki belőle egy életre. Végül is Május, a fiatal Május Elemér kapja meg a feladatot, hogy csinálja meg. Mi a cél? Hallgatóim, a cél nagyon érdekes. Eredetileg angol nyelven akarták megjelentetni a vörös emigráció történetét. Miért? Amiről az előbb már beszéltünk, hogy amikor mindenki fölismeri a kommunikációnak, a sajtónak, egyáltalán az idegen nyelvi informálásnak a döntő szerepét. Ezért lesz majd Tormai Cecil bujdosó könyve is, óriási siker németül, angolul, később franciául is. Sőt, annyira, hogy amikor az Egyesült Államokban is eljött a könyv, más címmel jelenik meg angolul az Egyesült Államokban. A következő évben, amikor a szakszervezeti küldöttség utazik ki, hogy ott a magyar baloldaliaknak gyűjtsenek, akkor oda az amerikai magyar baloldali szakszervezetet, oda teszik a könyv, tudjuk, hogy kik vagytok. És nem adnak nék egy fillért se. Károlyi Mihállyal is ugyanezt történik majd. Vagyis informálni. Kiderül ám, hogy például a franciák, amikor megjelenik majd franciául is a vörös emigráció története, akkor jönnek rá, hogy milyen keveset tudnak a magyar valóságról, és hogy milyen más információk alapján tájékozottak eddig. Nem véletlen ám, hogy majd Laval francia külügyminiszter javaslatára fogják Tormai Cecilt, az akkori ENSZ elődjének legnagyobb bizottsága élére választani. Nem is akárki után, hiszen Curie asszony halála után fogják jelölni egy francia külügyminiszter javaslatára, 30-as évek, egy magyart. Hallgatóim, az információ akkor is hatalom volt. Nem véletlen, hogy olyan újságok, amik megjelennek az emigrációban, 10 példányba, de az összes európai sajtó erre az újság bizonyos cikkére hivatkozik.
És most jön a lényeg. Szerintem ma két dolgot tehetünk. Meghallgatunk itt egy beszélgetést. Ebben a beszélgetésből kapunk új információkat. Van, akinek kevés az új, mert nagyon tájékozott ebben a korszakban. De az a lényeg, hogy lezajlik, megtörténik. Aztán hazamegyünk. Ha ezt tesszük, akkor kár volt ide jönnünk. Nekünk is, önöknek is. Azt kell tenni, hogy le kell folytatni a vitákat gyerekeinkkel, unokáinkkal, dédunokáinkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, ellenfeleinkkel, szellemi ellenfeleinkkel. Egyet nem szabad hagyni, hogy az információnak csak az az oldala jusson el az emberekhez, amire nincs hatásunk. Kedves hallgatóim, szerencsére öreg, vagy ifjak, és nagyon régóta ifjak ülünk együtt, mert régen ifjak, ugye én is. Hadd mondjam el, hogy egy nagyon fontos ponthoz értünk, mert fölnövekedett egy olyan új generáció, hogy mennyire van esélyünk, vagy nincs, ez a kérdés. Itt mi sózhatjuk egymást, de nem érünk el vele semmit. De nem hatástalan egy ilyen beszélgetés akkor, ha valamit megértünk. Fölnőtt egy olyan generáció, ezt én kommentművelt generációnak hívom, akik nem olvassák az eredetit, vagyis nem tájékozódnak valójában, hanem egy kommentet olvasnak el, nekik szimpatikus influencer, vagy akárki, vagy éppen egy oldal az interneten, és ebből a kommentből alakítják ki a saját véleményüket. A legnagyobb veszély ez, amikor az emberek, és ez egy egész generáció, most már a második, akik anélkül, hogy ismeretekkel rendelkeznének, mégis van róla véleményük. Ezt a véleményt egy-egy kommenten keresztül, vagy egy internetes honlapon olvasottakon keresztül alakítják ki. A kommentből vélemény. Ez a komment művelt nemzedék. A legveszélyesebb a világon. Mit lehet tenni? Fölvenni a kommentátorokkal és a kommentekkel a harcot. Le kell folytatnunk a beszélgetéseinket. Bármilyen kegyetlen is, bármilyen néha kényelmetlen ez. Ellent mondani. Csak a különbség közöttünk az lesz, hogy mi ismeretek alapján alakítjuk ki a véleményünket, ők meg egy-egy komment alapján. Ez behozhatatlan előny a számunkra. Amikor azt leállunk valakivel vitatkozni, és 5 perc múlva az ő számára is világos lesz, hogy hát én nem értek, mert eddig pedig volt véleményem, te meg értesz. Mi itt ismeretek alapján vagyunk azok, akik vagyunk. Harc a komment műveltség ellen. Van-e mindenkinek feladata 50, 60, 70, 80 éves korában? Van. Nehogy azt higgyétek, hogy nincs. Ugyanis ha azt mondjuk, hogy nincs, akkor azt mondjuk, hogy velünk a legrosszabb történt, a legnagyobb veresély a világon, kedves barátaim, megszokni a rosszat. Ne szokjuk meg. Beletörődni a rosszba. Egyébként a komment műveltséget én úgy értelmezem, hogy műveletlenség. Tehát egyszerűsítsük le, illetve nincs meg az az igény. Igen, nincs meg az az igényszint, hogy igazából a dolgok mögé nézzenek. Ez a kor nem kedvez egyébként nekünk e tekintetből. Egy picit... De ők fognak szavazni, ne felejtsd el. Igen, ez egy fontos kérdés. Én jól emlékszem, hogy hasonló eset volt a szocializmusban, hogy nem kaptuk meg a nagy filmeket, csak azoknak a paródiáit. Tehát akkor is belekényszerítettek minket, hogy nem tudtuk, hogy mi is az a keresztapa, de a paródia. Meg a többiek. Igen. Most viszont mi dönthetünk, mert ugye az információról tudunk, tájékozódni tudunk, de ha kialakul bennünk, vagy a széles társadalomban az, hogy nekünk elég a másodlagos közlés, akkor jön a baj. Itt jön a pedagógusok, az írók szerepe. Azt gondolom, hogy egy kis szünetet fogunk tartani most, és természetesen a szünet után negyed óra múlva folytatjuk e körben. Lesz akkor még egy mondandója Jobbágy Évának, úgyhogy ne menjenek sehova. Úgyhogy köszönjük szépen! A szünet után! Amennyiben mindenki megtalálta helyét,
akkor egy negyedórás rész lesz, következik most a téma lecsengése, de előtte Jobbágy Évát hadd kérjem meg megint, mert vannak olyan gondolatok, amelyeket itt kell most, hogy elmondjon. Parancsoljon! Igen, tehát azzal fenyegettem meg a kedves hallgatóságot, hogy kénytelen vagyok abban az ügyben, ami egy tegnapi meg nem nevezhető újságban megjelent. Ehhez úgy gondolom, hogy most már éppen itt az ideje annak, hogy aki esetleg nem teljesen tájékozott a tormai Zicsi per ügyében, mert sajnos az a helyzet, hogy köztünk való emberek, közülünk valók sem, tehát ők is sajnos rossz forrásokból tájékozódnak időnként, ezért dióhéjban megvilágítsam, hogy miről is lehet itt szó kutatásaim szerint. Az Zicsi vagy tormai perre, így is úgy is hívják, politikai karaktergyilkosság céljából volt szükség. Erre utalnak kutatók, nekem meggyőződésem, hogy ez volt a fő iniciatíva. Arról van szó, hogy a Zicsi házaspár, Zicsi Rafael és Zicsi Rafaelné, aki egyébként létrehozza a Magyar Irodalmi Társaságot, amely aztán a Napkeletet finanszírozza, illetve ő teremti meg az anyagi lehetőségét a megjelenésnek. Az Zicsi házaspár 1915-ig példás szülőként nevelték öt közös gyermeküket, ám Zicsi grófné a katolikus nőmozgalmak példaképévé vált időközben, a Vatikánnal szoros kapcsolatban állt, sőt komoly pozíciót töltött be a Vatikánba, és így természetesen útjában állt a nemzetellenes erőknek. Lehet-e véletlen, kérdezzük, hogy egy baloldali körökben ismert ügyvédné szerette el éppen Zicsi grófot, aki innentől akart feleségétől elválni. Annak ellenére, hogy a bizonyos ügyvédnővel együtt élt, együtt mutatkoztak, és Zicsiné semmiféle akadályt nem gördített ennek a kapcsolatnak tehát kapcsolat elé. 1915-től éveken át semmiféle ürügyet nem talált a gróf, hogy elváljon feleségétől, ezért ügyvédje az utolsó lehetőséghez folyamodott, vádolja meg Zicsi grófnét leszbikussággal. Éveken át próbálkoztak bizonyítékokat fölhozni, természetesen hiába, és ekkor 1918-ban lép be a baloldal látóterébe Tormai Cecil, aki megszervezi a magyar nők ellenállási mozgalmát, mint ismerjük, létrehozza a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, és ekkor és ezért ismerkedik össze Zicsinéval, egyébként Batthyány grófné javaslatára, hogy a nemzeti nőmozgalom élére álljon, és a többit már ismerik ebben a körben, bujdosása következik, és amikor Tormai Cecil hazatér bujdosásából, ezt sem tudják sokan, 1920-ban súlyos fekvőbeteg lesz, életveszélyes állapotban van, édesanyja meghal, ott a trianoni tragédia, és senki nincs igazából, aki őt ápolja. Közben ott van a bújdosó könyv nyersanyaga, amit várnak, hogy nyomdába adjon. Zicsiné egymaga vállalja ezt a feladatot, természetesen anyagi problémája nincs ezzel, de ő személyesen ápolja, és arra is vállalkozik maga is kiváló tollú írónőként, hogy a bújdosó könyvet leírja Tormai Cecil diktálása alapján. Ez természetesen kapóra jött a haza ellenségeinek, Zicsi grófnak is, és ekkor fizeti le a saját személyzetét, hogy hamisan tanúskodjon majd a bíróságon. Csak hogy az egyik korona tanú azt a bizonyos banánhéjat elejtette, és elmondott mindent, kitálalt, hogy hogyan fizették le. Ezek után hosszú évekig tartó, megalázó tárgyalásokon kellett Tormai Cecilnek részt venni, és a bíróság, amelyik legjobb esetben is azt mondhatjuk, hogy független volt, és nem inkább baloldalra hajló, mégis bűnösnek mondta ki
gróf Zichy Rafaelt, és talán az sem meglepő, hogy a rágalmazók védőjeként ugyanazok az ügyvédek sorakoztak fel, akik a szinte egy időben, vagy pár héttel később a frankhamisítási perben akarták megbuktatni a Bethlen kormányt. Tehát ezzel kapcsolatban, most már igyekszem rövid lenni, ha azt hinnénk, ugye, hogy kénytelenek voltak belenyugodni ebbe a kudarcban, akkor tévedünk, mert máig az általuk Horthy bíróságnak nevezett valójában független bíróságok pontosan az igazságot állapították meg. Ezt állapította meg Döme Attila 2013-ban megjelentetett könyvében is, amelyet a gender kutatóknak álcázott egyének próbálnak az ellenkezőjéről felhasználni. Nem mellékes egyébként, hogy Herczeg Ferenc, aki Tormai temetésén is megjelent, a következőt mondta, és ezt feljegyezték, idézem: ismerem az ügy összes adatait, és mondhatom, soha tisztább lelket elvetemültebb módon nem rágalmaztak meg. Eddig az idézet. Csak hogy itt van még egy szereplő, Zadravec püspök, akinek a állítólagos naplójára hivatkoznak, miszerint azt mondotta volna neki Horthy Miklós, hogy ő személyesen avatkozott be a bíróság döntésébe, és az ő javaslatára mentették fel Tormai Cecilt. Itt arról van szó, hogy Zadravec püspök, aki egyébként kora kapisztránya volt, és őt Horthy választotta ki, nagyon szomorú életet élhetett elképzelhető módon, amikor a népbíróság megvádolta, ráfogták, hogy nyilas és antiszemita, miközben zsidók ezreit mentette meg. 64-ben halt meg a püspök, és amikor már nem tudott védekezni, 67-ben a lefoglalt és meghamisított hagyatékából a Pártörténeti Intézet egy jelentős személyisége adta ki a Zadravecnek tulajdonított hamisítványt. Ez az én állításom, de nagyon sok kutatás, illetve szemtanúk és mások bizonyítják, és korabeli levéltárosok is voltak olyan bátrak, hogy ezt felvetették. Erről a kétes ügyről meg könyvek és mindenféle megjelent, ami szintén nem található. Itt tart a dolog, és az előzőekhez annyival tud kapcsolódni, hogy ennél sokkal rosszabb a helyzet, hogy nálunk van a tudás, és náluk pedig a mindenféle különböző vélekedések, mert sajnos a tudománynak álcázzák a hazugságot és a rágalmakat, és nevek említése nélkül, mert nem akarok bíróságra járni, olyan cikkeket jelentetnek meg, minthogyha náluk lenne az igazság. Köszönöm. Én is. Köszönjük Jobágy Évának ezt a pár percet. Nagyon fontos az a munka, amit végez, és a társaság is, a Tormai Cecil kör. Miért van az, hogy úgy érezzük, hogy mindig ugyanaz történik? A gyilkos ül tort, mindig ugyanaz. Bibliai időket idéz szerintem ez. Ez a második rész arról is szól, hogy van-e hozzászólás, van-e kérdés. Úgyhogy átadom a mikrofont, aki jelentkezik, akkor kérdés legyen. Ne okfejtés, igen, ezt mondja a tanár úr, mert rutinos már az ilyen közönség találkozókban, hogy gyakran csak sokan akarják a véleményüket elmondani. Tessék, kérdés. Nincs kérdés? Kellemen Miklós vagyok, és azt szeretném megkérdezni Takaró tanár úrtól, hogy hogyan lehet megszólítani a fiatalokat, hogy egy ilyen kultúreseményre néhányan eljöjjenek legalább. Köszönöm szépen. Az előbb említettem már, hogy új utakon kell járni ebben is. A szünetben beszélgettem két hölgyel, és ő említette, hogy jó lenne megnyerni Azariát. Biztos hallottatok erről a fiatal, hát nem is influencer, hanem egy olyan zenész, aki
tömeghisztériát és tömegőrületet idézett most elég a szó pozitív értelmében. Képzeljék el, hogy meghirdették a koncertjét a Népstadionba, 65 ezer ember, az jegyek néhány óra alatt elfogytak, ekkor meghirdették a mai napon, hogy csinálnak egy pótkoncertet újabb 65 ezer emberrel. A fiam, a legkisebb fiam, Máté fiam, aki Azáriát szereti, hát azt mondja, lehet, hogy erre másodikra elmegyek. Ő a 49.600. jelentkező volt, másfél órával azután, hogy kiírták, hogy megismétlik, és még egy Azária koncertet csinálnak. Ez egy kiváló tehetséges zenész ember, akinek a szavára százezrek gondolják úgy, ahogy az Azária mondta. És hogyha én most nem fogok én se neveket mondani, nem akarom őket népszerűsíteni, de döntően bal oldalon, de most már vannak jobb oldalon, és olyan influencerek vannak, akiket 10, és most figyelek, 100 000 követnek. Tehát ő megjelentett valamit a honlapján, és az aznap reggeltől mondjuk délig megnézik, rákattintanak 150 000. Tehát magyarul, amikor azt mondom, hogy újítani kell, akkor azt jelenti, hogy egy olyan korszakba értünk, amikor a tömeg mindenféle pozitív és negatív manipulációja gyakorlatilag korlátlan. Emlékszik mindenki Madách ember tragédiájára az aténi színre. Az aténi színben, ahol Miltiadész éppen távol van, győzelmet aratott, jön haza sebesülten, a főtéren meg az Aeropagoson meg beszélgetnek ott az emberek, hogy hát azért ez a, hát nem kell, jöhetett volna gyorsabban is haza. Meg miért csak egy város foglalt, tehát elfoglaltott volna kettőt, hazaárulom. Na hát nagyjából jönnek az emberek, a demagógok elmondják a maguk beszédét, csak kiderül, hogy a tömeg, a közvélemény hangja mögött ott vannak azok, akik fizetik az egyszerű embereket. És azt mondják, hogy most vagy azt kiáltod, hogy hazaáruló, vagy holnaptól nem kapod a pénzt, meg a családod is, vagy kimegy abból a házból. Hát természetesen Miltiadész hazaáruló lesz. Csak hogy jön a hír, hogy Miltiadész a hadak élén megjelent Athén kapuinál. A tömeg fordul, de maguk azt mondják, hát ez a legnagyobb hős. Ma, amikor azt hinnénk, hogy minden rendben van, akkor kiderült, hogy Miltiadész sebesült, és a hadsereget kinhagyta, a kapun kívül egyedül jött be. Ja, nincs hadsereg. Hát akkor végezzük ki. Képzeljék el, amikor egy pici kis pénzzel egy városállamon belül meg lehet ezt csinálni. És képzeljük, hogy iszonyatosan sok pénz van. Gyakorlatilag korlátlan mennyiségű pénz. És korlátlan mennyiségű lehetőség is. Mégis azt mondom, mi a mi lehetőségünk, az a face to face. Ha valaki egyet megnyert, akkor az már elmondhatta, hogy megtettem mindent, amit megkövetelt a haza. Ma nem kevesebbről van szó. Utána következő generációk, ugyanis olyan generációk, akik nem úgy szocializálódtak, mint mi. És az ember csak odáig jut el, hogy hát ezek borzasztó, ezek a mai fiatalok, meg szörnyű, hát mind a két gyerekem kiment nyugatra, pedig én milyen nagyszerű magyar ember vagyok, meg az unokáim már haza se jönnek, stb. Ezt hagyjuk. Meg kell vizsgálni, hogy miért történt ez, és föl kell venni vele a harcot. A beszélgetéseket le kell folytatni. Senki nem tudja lefolytatni, csak mi. Mit jelent ez a szocializáció kérdése, a tömegkommunikáció kérdése? Ma mindent eldöntő kérdés. Mit gondolnak véletlen az, hogy mondjuk a 10 milliós, közel 10 milliós magyarság 40%-a arra a kérdésre, a nép számláláson, hogy valláshoz tartozónak vagy meg, 40%-a nem válaszolt. Ez azt jelenti, hogy közel 4 millió magyar ember véleménye az volt, hogy ez engem nem érdekel. Tehát nem az, hogy ateista vagyok, abból nagyon kevés lett, mint kiderült. Nem az, hogy vallásos vagyok, hanem a téma, a kérdés nem érdekel, indiferens. 4 millió ember nem válaszolt erre a kérdésre. 60% körül válaszoltak, és azon belül aztán az arányokról most nem beszélünk, mert nem ez a lényeg. Mi a lényeg? Az indiferens tömegek.
akik számára azok a kérdések, amik számára élethalál kérdések, haza, nemzet, család, kereszténység, sok mindent lehet mondani. Ezek nem kérdések nekik. Ezért érti néha az ember, hogy hatástalan, amit csinálok. Nem az. El kell mondani akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ma ezt nem érti, vagy éppen ellene mond. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy az ember nekiáll, mint hős, és elkezdi puszta ököllel verni a hazugság falát. Jó, erős, kemény téglafal. Bevágsz neki 100-szor, 500-szor, 1000-szer, csupa vér a kezed, már a csontjaid is esetleg repettek, a fal meg sem moccan. Aztán hitből odaállsz, és 1001-szer is odahúzol, és akkor minden előzetes, látható jel nélkül a fal összeomlik. Mert a rezonancia elvégezte a munkáját benne. Minden beszélgetés, amelyben kiállunk a magunk értékvilága ellen, rezonancia ezen a falon. Nem véletlenül van az, hogy a társadalommérnökök, akik hát gyakorlatilag tematizálják a mai közélet témáit, és egy vágyvilágba, egy vágyott társadalomba szeretnének bennünket elvezetni, mindig vereséget szenvednek, mert egy dolgot nem vesznek figyelembe, az embert. Nekik van elképzelésük, milyennek kéne lenni az embernek, milyennek kéne lenni a társadalomnak. Mikor lenne az ember boldog, vagy ha nem is boldog, de legalábbis csöndes. Kedves hallgatóim, mi azért vagyunk a világosság emberei, mert már a Biblia különbséget tesz a fény és a világosság között. Az nem ugyanaz. A fény az a sötétben fénylik. Gyújtsatok meg egy gyertyát, korom sötétben. Olyan éles fénye van, hogy hihetetlen. De nem lesz tőle világos. Jézus meg azt mondja, én vagyok a világ világossága. Mi a világosság emberei vagyunk. Nem köthetünk kompromisszumot a fényt hozóval, ugye latinul Lucifer, annyit jelent fényhozó. Minden arkangyal neve erre végződik, Rafael, Mikael, Gabriel. A negyedik arkangyalt meg úgy hívják, hogy Lucifer. Na, ő fog föllázadni. Hallgatóim, ez fény vagy világosság kérdése is. Nem kell attól félni, hogy fénylenek. A gyertyalánk csak a sötétben fénylik. Gyújtsanak meg nappal egy gyertyát. Semmi nem fog történni. Semmi. Gyújtsák meg a sötétben. Éles. Világos nem lesz tőle sose. De látszani nagyon fog. El kell dönteni. És amikor századszor is vereséget szenved az ember, mert azt mondják, hogy nagyfater, te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, meg nem azt a világot éljük, csat. Akkor is mondani kell. Lehet, hogy eltelik 5, vagy 10, vagy 20 év. Sosem fogom elfelejteni, amikor apám, én nagyon lázadó voltam. És nem szerettem, hogy apám gondolkozott. Református pap volt az apám. Tudják, hogy igazából ma már mindent úgy gondolok, mint ő. De csak azért rám, mert elmondta. Az ember úgy lesz bölcsé, két ember típusa borzasztó, az ifjú 15 éves konzervatív, meg a 80 éves forradalmár. Az mind a kettővel valami baj van, valamit az életből nem értett meg. De nekünk bölcseknek el kell mondani, a mai tüzes ifjaknak. Aztán tesznek vele, amit akarnak. Tudják, a lélek fúj, hol fúj. Ha ebben hiszünk, az eredmény, a munkánk eredménye nem lesz hiába való. Ebben hinni kell. Ezek után, a veretes gondolatok után mindjárt szót is adok. Nehéz elmondanom azt a nagyon-nagyon vulgáris történetet, amit el kell mondani Azariakkal kapcsolatosan. Ezt a nevet jelenlévők úgy gondolom annyira nem ismerik. De azért vannak. Viszont én, aki a médiát figyelem reggeltől estig,
elcsodálkoztam, hogy hogyan jutott ide az Arja. Most függetlenül, hogy milyen a muzsikája. Nem értjük. Mi a Gutenberg Galaxis gyermekei vagyunk itt mindannyian, mi nem értjük már. Nem is tudom, hogy hogy kommunikál, nem érteni a beszédet. Ez a fiatal ember 2 évvel ezelőtt úgy került be a köztudatba, hogy megpróbálom úgy elmondani, hogy ne sértődjön meg senki, egy vidéki palacsinta fesztiválon, a mobil WC-k mögött magáévá tett egy aznap este először látott rajongót. Ezt lefilmezték, fölkerült a netre, és innentől kezdve elindult egy nagy hype, ez a hype, ez egy mai szó, hogy hogyan fújódik fel egy média buborék, akkor a rajongó mondja, hogy ő féltékeny az Azariak barátnőjére, a barátnő megbocsátott Azariaknak, és ez így ment. Gyakorlatilag ez volt a kiinduló pontja. Senki nem tudta, hogy milyen zenéje van a fiatalembernek, és 2 év alatt eljutott a Puskás Arénába, szörnyűködik egyébként a zenei szakma, elképesztő. Ha nem is tanulni kell ebből, hanem át kell értékelnünk, hogy hogy működik a média, mire figyelnek az emberek, mi az, ami fontos. Nem, az érték nem érték. Már nincs negatív hír, csak hír van. De ezt azért kellett elmondanom, hogy ha majd Azariák nevével biztos híradókba is fognak találkozni, majd ki fog menni az összes híradó a Puskás Arénába, mert ilyen tényleg talán Louis Armstrongon volt a 90 000-en annak idején. De most 2 koncert. Ott volt egy fiatal ember, aki akart valamit kérdezni, és elnézést a kis pop-rock zenei kitörőért, ha ez egyáltalán pop-rock zene volt. Köszönöm a bókot, hogy fiatal embernek szólít. Én Tóth Árpád vagyok, úgyhogy a koromat magukra bízom. Nagyon köszönöm a gondolatot. Számomra is dilemma, hogy hogyan adjuk tovább azt, ami örökség, és talán velünk hal meg. Tanár úrnak külön köszönöm a felhívást, hogy folytassuk le a vitáinkat. Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy a magyar kultúra, a magyar örökség az egyik leggazdagabb kulturális örökség, identitás. És a kérdésem az, hogy önök szerint, és a teljes plénumnak felszeretném tenni a kérdést, és konkrétan annak a fiatalságnak, amit a napjainkban veszítünk el, hogyan tudjuk átadni azt, amit gondolunk, érzünk identitásként, ezt az identitást, amit önök mindnyájan itt a jelenlévők képviselünk. Ha ez nem sikerül, és drága takaró tanár úrral együtt mondom, akkor sok mindennek vége lesz egy fél vagy egy generáción belül. Vajon hogyan? Tehát, hogy ha erről sikerülne külön-külön mindnyájuk egy pár szót ejtene, Nyugat-Európában felnéznek ránk pillanatnyilag Magyarországra, mert olyan dolgokat kimondhatunk, amit nyugaton nem mondhatunk ki. Ha ez sikerül nekünk, akkor német, francia, olasz nyelvterületen még babérkoszorút is kapunk. Tehát, hogy a generációk közötti párbeszédben hogyan adjuk át a tradíciót, az identitást, lehet, hogy egy etalon tudunk Európa számára átadni. Köszönöm, várom a válaszokat. Bocsánat, hogy megkérdeztem a hölgyeket, urakat, hogy a Hogyan adjuk át című fejezetbe akarunk-e valamit mondani. Én csak annyit, hogy ebben is régi és újatakát kell járni. Egy, a régi út az, hogy a családban kell kezdeni születéskora nevelést. Erre viszont a mi gyerekeinknek fölhívhatjuk a figyelmét ma is. 2, az iskolában. Az iskola azonban egy másik terület lett, mint eddig bármikor volt. Több ezer éves tabuk dőlnek meg ma az iskolában. A tanárok tisztelte kivétellel azt a fajta önpozícionálást, ami eddig talán a leglényegesebb vonása volt a tanárnak, azt ma már nem vallják, tömegesen nem vallják. A 2 Nobel-díjasunk, most Krausz és Karikó Kati, mind a kettő azt mondta, hogy hát a tanárainak köszönheti. A Krausz Ferenc azt mondta, hogy általános iskolában volt egy kémia tanára, Kis Sándornak hívták, azért lett ő tudós. Karikó Katalin elmondta, hogy Tóth Albert volt az ő kémia tanára, és visszament a Kisújszállási gimnáziumba kezet csókolni Tóth Berci bácsinak, aki még él. Egy Nobel-díjas ment oda-vissza. Zárójeles megjegyzés, az egyik Móron született, a másik meg Kisújszálláson lett az, aki Flaster környékén se.
De komolyra fordítászott, az iskolában mi az új trendi? Az, hogy a tanár facilitátor legyen. Ez azt jelenti, mintha azt mondanám, a fociba egy szögletzászló tartozik. Tehát ő nyomon, kísérjen nyomon, próbálja meg támogatni, tehát nem segíteni, nem irányítani, szóval semmit, amit példát mutatni, semmilyen. Mi azonban az, amit a mai felfogásból át kell venni? Egy olyan generáció, aki az élete legjelentősebb részét gép előtt tölti, vagy a mobiltelefonja, vagy számítógépet, és játszik, az új módszer a gamifikáció. Ezt úgy hívja, ez egy modern pedagógiai módszer, az a neve, hogy játékosítás. Játékosan tanítani. Vagyis élmény alapúan és gamifikált módon. Most próbáljuk azt a fajta pedagógiai egész tárházat létrehozni, amelyik megváltozott körülmények között mégis képes kommunikálni egy olyan generációval, akivel csak a gép kommunikál. Mert ne felejtsék el, hogy nem a szülők kommunikálnak ma döntően a gyerekkel, nem a tanár kommunikál döntően a gyerekkel, még csak nem is a barát ismerős, mert kijön a teremből, leül a padra és előveszi a mobilját. Képzeljék el, hogy úgy leveleznek, hogy nem írnak két sort a melletti külőnek, hanem írnak gyorsan egy üzenetet, egy üzit. Vagyis ez a valóság. Aki ezt nem veszi figyelme, az de kár, hogy így van. Lehet, hogy kár, hogy így van, de így van. Mit kell csinálni? Akkor erre kell kitalálni módszereket. Ez a két dolog, amiről az előbb beszéltem, és különösen a gamifikáció, lehet az a megoldás, amellyel új módszerekkel el tudok juttatni régi üzeneteket is. A frontális oktatás, amelyik egyébként a legnagyobb értelme van, amikor a tanár ül, beszél, elmondja a dolgot, ő meg hallgat, ír, jegyzetel. Frontális oktatás bizonyos vidékeken például egyszerűen nem működik. Általános iskolában nem lehet frontálisan oktatni egy csomó területen, vagy azért, mert nem tud írni, zárójel bezárva, vagy azért, mert nem akar tanulni. Az a szó, hogy tanulás, az neki egy azzal, hogy magolás. Mert elmondták neki, hogy neked tanulnod kell, azt mondta, hogy veled bemagoltatják. Magolás egészen mást jelent. Vagyis van módszer? Van. Ki kell találni? Igen. Létre kell adni egy új tárházat? Igen. A megoldás csak az, hogy soha nem fogadni el az ez a morált. Miket nem így szocializáltak. Kiegészítésképpen valamit azért hozzátennék, én egy kicsit nem értem ezt a közelítésmódot, pontosabban nem egészen értek vele egyet, mert úgy látom, hogy egy alapvető fontosságú, de rejtett dologot azt senki nem kalkulál be. Szóval itt beszélünk arról, hogy tanítás, meg hatás, meg fiatalok, meg pedagógia, meg tabuk dőlnek, meg ez mind így van. Valami nagyon fontosról megfelelkezünk, és ez azt hiszem az emberi léleknek a mélye, és az, hogy az emberi lélek meg az ember, az bizonyos fokig ugyanolyan, mint 5000 évvel ezelőtt. Tehát az emberi lélek, az ember maga, mint olyan, az adott. Mondok egy példát, ami látszólag történelmi, de szerintem talán örökösnek is nevezhető, személyes, rövid kis história. Ha arra gondolunk, hogy 1975 talán nem volt a magyar történelemnek a legfényesebb éve, ami a tudatállapotokat, a nemzet egészségét, a nemzet, hogy mondjam, szemléleti, ifjúsági és egyáltalán önszemléleti, meg egyáltalán identitásbeli állapotait illeti. 1975-ös a történet. 1975-ben voltam utolsó éves egyetemista, pontosabban 76-ban, és 1975 őszén kellett a gyakorló tanításomat végezni. Szegeden a Ságvári Endréről elnevezett gyakorló egyetemi gimnáziumba, és ott, miután magyar volt az egyik szakom, magyarból volt a gyakorlatanítás, én előre bocsátom, nekem soha nem voltak pedagógiai ambícióim, soha nem akartam tanítani, ez egy muszáj feladat volt, meg kellett tenni, és Petőfit tanítottam, és Petőfinek kivételesen azt a prózai művét kellett tanítanom, ami az úti jegyzetek. Tehát a prózája Petőfinek, és volt egy olyan feladat, természetesen ezt nekem megszabták, hát ugye volt egy tanmenet, azt hiszem tanmenetnek hívják, amit tulajdonképpen ugye követnem kell, és hát például nem én találhattam ki, hogy milyen házi feladatot adok mondjuk a gyerekeknek, és az volt az egyik feladandó házi feladat Petőfi úti jegyzetei után, hogy rajzoltassam le velük
hogy Petőfi merre járt a úti jegyzeteiben megemlített helyen, tehát csináljanak erről egy skiccet, egy vázlatot. És a gyerekek megkérdezték, hogy akkor térképet kell, igen, térképet kell hajzolni. És akkor a minden terület, mondom, minden területet. A régi, mondom, hát persze, hogy a régi Magyarországon, hát Petőfi a régi Magyarországon élt, a történelmi Magyarországon, tehát tulajdonképpen be kell rajzolni Ungvárt, meg mindent. Akkor lehet rajzolni Nagy Magyarországot? Hát mondom, hát kell is. Hozzáteszem, hogy a Ságvári gimnáziumban kádergyerekek, ugye Szeged eleve klasszikus sztalinista város volt, Pol Pot megyének hívták, Csongrád megyét, teljes joggal ez volt a székes fővárosa, hogy így mondjam, tehát a megyeszékely. Ilyen gyerekek jártak a Ságváriba. Olyan neveltetésen, nem 56-os elítéltek, és nem titokba rejlő ellenzékieknek a gyerekei, hanem kádergyerekek, pártemberek, gyárigazgatók és különböző főmuftiknak a gyerekei 80%-ban. Olyan üdrivalgás tört ki arra, amikor én azt mondtam, hogy lehet a Nagy Magyarországot rajzolni, hogy zengett a terem, még élek nem felejtem el. Mi volt ez? Nincs valami a lélekben mégis a legmélyen? Nincs valami, ami sokkal titkosabb annál, mint a ráhatás, meg a manipuláció, meg a mit tudom én, meg a hülyítés. Mindent, 1975-ben vagyunk. Mukkanni nem lehet erről, nem lehet leírni azt a szót, hogy Erdély. 1975-ben. Amikor én így és ugyanabban az évben az egyetemi labba akartam írni a Íjésnek a Hajszágyökerek című, akkor alig néhány éve megjelent kötetéről, azt mondta az egyetemi lap főszerkesztő, ne foglalkozz te ilyenek, Lackán, nem kell ilyennel törődni. Ezzel már mindent elmondtam. Na most ennek ellenére kitör egy üdrivalgás. Aztán jóval sokkal később egyszer némi konyak mellett Makovec Imrével volt szerencsém beszélni Hornyik Miklós jóvoltából, és Makovec Imre elmondta azt, hogy valami olyan van ebbe a népbe, ebbe a mi fajtánkba, a magyarságba, ami tényleg elpusztíthatatlan, ami sokkal mélyebben van, amit nem nagyon lehet megmagyarázni, de lehet csinálni bármit, lehet hülyíteni, lehet elnyomni, lehet írtani, le lehet verni 586 forint, ez megvan. Ez olyan mélyen van, és olyan, nem akarom én ezt misztifikálni, de ez már a lélek olyan mélyeibe vezet, ez nem ennek a bizonyítéka 1975-ből? Hogyha a fiatalokra való ráhatásról beszélek, nem kellene ezt egy kicsit tekintetbe venni? Nem kéne arra gondolni, hogy ez ott van a lélek mélyén, és erre lehet alapozni, mert erre mindig lehetett alapozni, mert 1956-ban senki se gondolta volna, ami azon keseregtek az írók, hogy ezeket csak a rock'n'roll érdekli, meg a nyugatimádat, meg a hegyesorú cipő, meg egyebek, és utána lett egy pesti ifjúság, és lettek pesti srácok. Hát ugyanúgy megvolt, de megvolt máskor is. Tehát tulajdonképpen én úgy érzem, hogy egy kicsit ez a fiatalokra hatni, nem hatni, és a hülyítés, és a manipuláció, és mit tudom én, kicsit, hogy mondjam, egyoldalú, és én úgy érzem, hogy talán van az éremnek egy ilyen oldala is, talán ezt is jobban meg kéne kalkulálni. Köszönöm. Most mi az, amit Klebersbergről tanulhatunk? Hogy az oktatás mennyire fontos, tehát ahogy ő a népiskolától kezdve az egyetemekig és a külföldi nagy városokba a különböző pázmanemokat létrehozta. De most éppen ezért az oktatás az egy kulcs pozíció, és a tanárok. És itt azt hiszem, hogy a tanárok tanári gárdán egy nagyon jelentős változtatást kellene véghez vinni, mert én azt tapasztalom itt az én unokáim tanárai kapcsán, hogy a tanároknak a legnagyobb része liberális, és olyan alap információk nem jutnak el sokszor a diákokhoz, amelyek nagyon fontosak lennének. Ugyanakkor nagyon sok mindent lehet csinálni az iskolákban. Ugye szó volt itt a Törlei szoborról, amit az Törlei Mária készített. A Mária nagyon fontos feladatának tartja éppen ezért a tájékoztatást. És azt csinálja, hogy a gimnáziumokban, illetve általános iskolákban pályázatokat hirdet. Különböző témákban. Én ebben mindig részt szoktam venni, mert elég sok könyvem jelent meg a 45 utáni Magyarországon történtekről, és kiad különböző témákat, megfelelő irodalmakat is mellékelünk, és ezt követően ugye a megírt anyagokat értékeljük, és
komoly anyagi támogatást is kapnak a nyertesek. Egy külön ünnepség keretében kapják meg a különböző okleveleket, és valóban megadjuk a módját annak, hogy a diákok valamit elkészítenek. Most például legutóbb a kitelepítésről, illetve a német kérdés kapcsán csináltunk egy pályázatot, és az volt számomra döbbenetes, hogy ilyen 30-40-50 gyerek írt komoly dolgozatot, felkészültek, olyan kérdéseket tettek fel közben, mert ugye a szakértői gárdáként segítettünk a gyerekeknek a felkészülésben, hogy az embert megdöbbentette, hogy olyan irodalmakat is előástak, amit ugye az általános iskola vagy a középiskolai ugye tankönyvek révén nem jutnak hozzá, hanem érdeklődni kellett nagyszülőknél, hogyha voltak olyan pedagógusok, akik ebben segítettek. És azt láttam, hogy, és folyamatosan ezt látom itt, akár általános iskolában, akár a gimnazisták, gimnazista pályázók körében, hogy hihetetlen nagy az érdeklődés, hogy nagyon odafigyelnek, tehát hogyha azt látják, hogy van segítség, hogy van odafigyelés, akkor nagyon nyitottak. Tehát meg lehet fogni a diákokat, csak mindig meg kell találni azokat a témákat, meg kell találni azokat az embereket, akik ebben valóban segítenek, és így nagyon komoly felvilágosító munkát lehet csinálni. Próbálok rövid lenni, nem akarok a türelmükkel visszaélni. 2010 óta tanítok gimnáziumban, és számtalan lehetőség kínálkozott volna arra, hogy abba hagyjam a tanári tevékenységemet, valószínűleg anyagilag jobban is jártam volna. Miért nem tettem? 13, lassan 14 év tapasztalatai során évről évre újból és újból megerősült bennem az, hogy nem hiába való, még akkor is, ahogy Takaró tanár úr mondta, hogy per pillanat látszólag úgy tűnik, hogy semmi értelme nincs annak, amit csinálunk. De van értelme. 13 év után van olyan tanítványom, aki a Kossuth Rádióban dolgozik, most éppen lelkész baptista, lelkészképzőre indul. A tavalyi évfolyamból hárman mentek történelem szakra, csak abból az évfolyamból hárman mentek a Károly Lea történelem szakra. Ezek a gyerekek valószínűleg úgy mentek, remélem, ki a kezeim közül, hogy megfelelőképpen gondolkodnak Horthy Miklósról, megfelelőképpen gondolkodnak Tormai Szeszéről, és sorolhatnám, hogy hányféle, ami régen nem volt megszokott, Vaselbertről, és sorolhatnánk tovább. Értelemszerűen nyilván van olyan, akinek soha nem fog eszébe jutni az, hogy mit tanul történelmből, nem érdekli, stb. De amit megfigyeltem, hogy ezek az emberek, mondhatunk rájuk mindent, hogy telefonját nyomkodja, stb. Kommunikálni szeret. Azért szeret, mert otthon nem kommunikálnak vele. Nem érnek rá, sokat dolgoznak, telefont nyomkodnak, pihenni akarnak, ki akarnak kapcsolódni. Ha ezeket a gyerekeket folyamatosan kérdésekkel provokálom, ott hagy mindent. Ha csak azért, hogy ellentmondjon a tanárnak, akkor is. Nem adok neki semmilyen, én nem mondom meg neki, hogy te mit gondoljál a világról. Arra viszont figyelek, hogy a provokatív kérdéseim, akárhogy is tegyek föl ilyen-olyan jellegű kérdéseket, végül az a végkicsengése legyen, amit én akarok. Legutóbbi alkalommal állampolgári ismeretek, család, családfogalma, házasság. Természetesen a társaság kétharmada vallotta, hogy nem kell ahhoz papír, lehet úgy élni, ahogy hosszasan ment a vita. Eljutottunk A-ból Z-be. Az utolsó kérdésem az volt, hogy abban az esetben, ha egyszer gyereked lesz, te szeretnéd-e, hogy a fiad vagy a lányod olyan házasságban éljen, ami hivatalosan nem megkötetett? Természetesen ott is volt olyan, aki azt mondta, hogy nekem teljesen mindegy, ha jól megvannak. Mondom, akkor fölteszem másképpen a kérdést.
Nem gondolod-e, hogy az, aki feleségül veszi, férhez megy, te fiathoz, lányodhoz, azért nem akar hivatalos papírt, mert úgy gondolja, hogy ez nem biztos, hogy helytálló és könnyebben lehet dobbantani? Síri csend volt, nem jött válasz. De biztos vagyok benne, hogy az, aki ott volt, és végighallgatta a vitát, a társaság többsége figyelt, úgy ment haza, hogy rájött. Úgy jött iskolába, hogy szerinte nincs értelme, és úgy ment haza, hogy nem csak egy papír, lehet, hogy van. Tehát, hogy vannak eszközök, a másik dolog pedig az, hogy, és az utolsó gondolat, hogy akkor csinálunk a legnagyobb kárt, ha állítunk mi valamit a világról, de mi a szöges ellentétjét mutatjuk. Évek óta azon kínlódok, hogy megértessem, és az egész világ, a félvilág minimum az ellen van, hogy ne értsék meg, hogy milyen kulcsfontosságú kérdés a demográfia. Ha mi nem tűrjük be azt az űrt, ami jelen pillanatban tátong, lehet az kerítés, bármi az égvilágon, meg fogja más tölteni. Lehet, hogy francia állampolgárként, mert elmegy és ott köt ki, és állampolgárságot kap, és mint uniós állampolgár jöhet, mert nem lehet azt mondani, hogy mégiscsak migráns hátterű, meg fogja ő tölteni. Évek óta dolgozom azon, hogy megértsék ennek a fontosságát. És az első kérdés mindig, ha újabb és újabb 9. osztály kapom, hogy tanár úr, magának hány gyereke van. Ő sem hülye. Ha okos vagy, akkor lássuk, hogy te mi alapján vagy okos. És akkor mindig elmondom, hogy nekünk van két gyerekünk, maga hány éves? Mi 36 faja. Ilyen korán már két gyerek. Tehát, hogy és ha nem, nincs személyes példa, csak mondunk valamit, és teljesen a szöges ellentétjét csináljuk, az a legkártékonyabb dolog. De azt gondolom, hogy van eredmény, még akkor is, hogyha akkor per pillanat nem látjuk. Volt egy diák, tavaly ment el, töri szakra ment, mindig küzdöttem velem, ő is velem, és egyszer azt mondta, hogy tanár úr, magánál sosem fog tudni semmit se elérni, mert maga utál engem. És mondtam, hogy ide figyelj, nem erről van szó, de vannak alapvető szabályok. 5-10 percet folyamatosan az óra elején sétálgattok, mindenhol majd megjelentek, hogy itt voltatok, ott voltatok, amott voltatok. Rendszeres ez a dolog. Alapvetően a kezdésnél már rossz. De miért? Hát mondom, azért, mert bejössz azzal, hogy leülsz, már elviszel 3-4 percet, nem vagy itt, és a többi, és a többi. Végül felvételt nyert, stb. Tegnap néztünk egy válogatott mérkőzést, Fehér Oroszország, Románia. Hót unalmas volt, de legalább 0-0 nem nyertek a románok. És megyek haza, az egyik diákom, ugyanaz az évfolyam volt, lekísért a buszmegállóba, és azt mondja nekem, hogy tanár úr, nem mondok most nevet, rám írt XY, mondtam, hogy együtt néztük a meccset. Mondom, jó van. Azt kérdező, hogy hogy van. Mondom, jó vagyok, de lehetnék jobban is. Jó, akkor ezt megírom. Megírta. Azt mondja, tanár úr, most jött egy válasz, lehet, hogy nem kéne fölolvassam, de fölolvasom. Áldja meg az Isten, mert miatta vagyok az egyetemen ott, ahol vagyok. És azt gondolom, hogy ezt pénzben nem lehet megfizetni. És a 13 év során csak ezt tudtam tenni, valószínűleg már megértem. Mert ha ő akárhol lesz a világban, legyen mérnök, tanár, nem tudom milyen irányban, egyáltalán marad-e a pályán, az biztos, hogy egy magot elvetettem, de lehet, hogy abból 10 lesz, 15-20, és ezért megéri csinálni. A legtöbb támadást, amikor a nemzeti alaptantervet, az újat megcsináltuk, azért kaptuk, mert hogy benne van, hogy az oktatás kihagyhatatlan és központi szereplője a tanár. Tehát nem facilitátor, aki személyes példamutatásával, szakmai tudásával, stb. Ezt ókonzervatívnak nevezték, mert nem értik, hogy valóban egy jó tanár ma is tudja őket bebolondítani. Tehát aki egyszerűen emberként is, morálisan is, szakmailag is jó, ért a neveléshez ösztönösen, az ma is hatékony munkát tud végezni. Akkor nem tud hatékony munkát végezni egy tanár, hogy erről eleve lemond. Én a világ közel 50 országában jártam, minden földrészen, és nagyon sok helyen, így Svédországtól Németországig, Egyesült Államok, Dél-Amerika, Brazília, stb. Mindenhol azért csak eljutottam, vagy érdekelt az iskolarendszer.
És hát döbbenten tapasztaltam, ugye a németeknél például a tanárok azt mondják, hogy nézd, én megcsinálom, feladom, és ő csinál vele, amit akar. Tehát neki nem bántja, nem fáj neki, hogy az a gyerek nem tanul, vagy valamit. Én emlékszem rá, én 40 éve tanítok, tehát én olyan régen kezdtem, hogy a holtenger még csak nagy beteg volt akkor. És én nagyon emlékszem rá, hogy pályakezdő koromban osztályfőnökként egy év alatt lelátogattam az osztályomat. Apám azt mondta, aki református pap volt, és a család látogatása a gyülekezetben szokás volt, hogy fiam, hidd el, hogyha meg akarod ismerni a gyerekeidet, a tanítványaidat, menj el a családhoz. És én lelátogattam a családomat, vagy a családokat. Soha annyi hasznos információt nem kaptam semmiből, mint ez. De miért mondom mindezt el? Mert az, hogy a tanári munka mennyire lesz hatékony, az alapvetően azt határozza meg, hogy milyen generációk nőnek fel. Két felelőse van az új generációknak. A szülő és a tanár. Vagyis, amikor mi azt mondjuk, hogy csődös az új generáció, akkor annak a fele az a mi csődünk. Szülő csődje. A másik fele az iskola csődje. Bizony, mert úgy van az, hogy Karácsony Sándor, aki a 20. század és talán az egész magyar pedagógiai legnagyobb alakja volt, a híres 1943-as Balaton-Szászói értelmiségi konferencián mondott a magyar nevelésről egy azóta is fölülmúlhatatlan beszédet. És akkor egy egészen modern dolgot mondott, ami abban az időben teljesen szokatlan volt. Azt mondta, hogy a pedagógiának az a lényege, hogy minden sikert és minden kudarcot kettőnk közös eredményeként tartunk. Vagyis a diákomé, meg az enyém. Vagyis van közünk egymáshoz a sikerben is, meg a kudarcban is. Én azt gondolom, hogy Karácsony Sándor pedagógiáját természetesen betettük a Nemzeti Alaptanterbe, dühött ellenállás, ezt ugye mondanom sem kell. De nem baj, mert mi tudjuk, hogy mit akarunk az iskolában. Vagyis a mithöz örökké való ragaszkodással ragaszkodni kell. A hogyant, azt szemper reformári débet. Vagyis mindig újítani kell. Mert más társadalmi valóságban ugyanaz az üzenet az egyik esetben hat, másik esetben már hatástalan. A miten változtatni nem kell. A hogyant örökké változtatni kell. Én erre utaltam az előbb, amikor megjegyzést tettem erre, mert pont az a lényeg, hogy amikor új pedagógiai módszereket találunk ki, de közben magát az alapelvet nem változtatjuk meg, akkor járunk a helyes úton. Itt még van egy, köszönjük szépen, egy rövid válasz után ott lesz egy rövid kérdés, hogy mégis gazdálkodjunk az idővel, akkor kedves Zsuzsa. Ami még nagyon fontos, hogy a fiatalok ugye nagyon gyakran nyomkodják ugye a telefonjukat. És amit számukra létre kellene hozni, ezek a kis YouTube-on elérhető kis rövid filmek. Mert hogyha például beüti, hogyha érdekli a tanácsköztársaság, akkor nem kap hiteles információt az interneten, de hogyha egy rövid YouTube-os kisfilmen a lényeget elmondjuk neki, akkor biztos, hogy elkezd gondolkodni, és utána néz különböző szakirodalmaknak is, aminek esetleg egyébként nem tenne meg. Tehát nagyon fontos az, hogy hitelesek legyenek ezek az információk. Köszönjük. Utolsó kérdés, ugye rövid lesz. És a válasz is. Köszönöm szépen, Szigeti Gábor vagyok. Ugye azt hiszem, hogy központi kérdés a magyarságnak a megmaradása, ez pedig ugye elsősorban az embereknek az öntudatra, a magyarság öntudatra ébredésének a folyamata. Mert hiszen ugye büszkének kell lenni a magyar ember, mert hiszen miért akarunk mi megmaradni, miért akarunk mi kitűnni, azért, hogy büszkék legyünk magunkra. Tehát mindenképpen hasznos információkat kell kapnunk. Na most ugye ezt valószínűleg a egyházak ezt nem tudják teljesíteni. Ennek ugye látható bizonyítéka, hogy ugye a Szelet Európában
országonként 10 000 számra szűnnek meg a templomok. Tehát ez egy általános jelenség, nem tudja megszólítani az embereket. Tehát a magyarságnak kellene, hogy ez erősödjön. Csak ugye itt sem lehet, mert az akadémia ugye ellene van a sumér-magyar viszonylatok, egység ellene van sok mindennek. Tehát úgy néz ki, mintha széllel szembe dobálnánk a piskótát, amikor a Magyar Tudományos Akadémia a csúcson van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem is kérdés volt, hanem hozzászólás, de egy zárszót még szeretnék kérni, ha valaki a vendégek közül akar még mondani, akkor Szamosi Tímea. Bocsánat, csak itt a házigazda előnyével élve. Artur és Lacit már megkérdeztem erről, de kíváncsi lennék Zsuzsa és Mihály tanácsára, illetve szavaira, hogy mit üzennek a fiataloknak, a mai fiataloknak. Nagyon sok minden elhangzott, de így személy szerint. Tudom, hogy nehéz, és ilyenkor mindig pár másodperc, hogy mi legyen, de fontos kérdés. Tőlem már megkérdezted, azt mondtad, ugye? Igen. Jó, akkor jó. De ha van újabb, akkor nyugodtan. Akkor már nem kell válaszolnom. Jaj, mondom csak nyugodtan. Hát leginkább is azon gondolkodom, hogy most eszembe jut egy gondolkodó, akit úgy hívtak, hogy Lukács György. És Löwinger Lukács. És ő, akit ugye 45 után, tehát 19-ben többszörös gyilkos volt, majd 45 után kikiáltották ugye a magyar filozófia egyik legjelentősebb alakjának. Na most mi is az, amivel Lukács mindezt el tudta érni? Azt hiszem, hogy ez egy máig ható, nagyon fontos lukácsi gondolat, az igazsághoz keresztül kell hazudni magunkat. És ez a, ami meg kell, hogy különböztesse a nemzetben gondolkodó embereket, és mindazokat, akikkel itt nap mint nap szembe kerülünk, hiszen azt látjuk, hogy ezeknek a 19-es embereknek a leszármazottai ugyanazt a hagyományt folytatják, amit a vörös emigráció, és nem tudom Lukácsnál szebben megfogalmazni, hogy az igazsághoz keresztül kell hazudni magunkat. És hogy igenis óvakodjunk azoktól, akik keresztül hazudják magukat az igazsághoz, és igenis figyeljünk oda azokra az emberekre, akik nem ezt teszik. Köszönöm. Kedves hallgatóim, meg kell mondjam, hogy nincs egyetemes üzenet. Aki azt hiszi, hogy zanzásan lehet válaszolni, az mind a görög filozófusok, mind a rómaiak, mind a középkor keresztény filozófusai gondolatával ellentétesen gondolkozik. Nincs egyetemes üzenet. Vagyis miután, ha lenne, akkor az azt feltételezni, hogy minden fiatal egyformán gondolkozik, egyformán szocializálódott, egyformán látja az értéket és az értékvilágot. Nincs egyetemes üzenet. Mi van? Az üzenet, ami valamelyest mégis összeköt mindent, az az, hogy aki a korszellemmel köt házasságot, hamar özvegységre jut. Vagyis nem minden értékes, ami korszerű, lásd McDonald's, műanyag, pohár, stb. Az érték azonban örökre korszerű marad. A mi értékeink keresztény értékekben három, a görögöktől véve és azt továbbfejleszte, szép, a jó, az igazra való tanítás, tehát a szépre, jóra, igazra való tanítás, örök érték.
Ha nekem valaki azt mondaná, hogy üzenj valamit a fiataloknak, azt mondanám, hogy nem tudok üzenni, mert ahány fiatal, annyiféle. Nincs egyetemes üzenet. Mik vannak? Egyetemes értékek. Vagyis csak azt közvetítem, amit egyetemes értéknek tartok, és nem azt, ami korszerűnek tűnik. Aki a korszemmel kötött házasságot, hamar özvegységre jut. Milyen jókat nevethettünk esetleg a szüleinkkel, hogy milyen furcsa frizurájuk van, meg milyen gatyába jár a fater, meg stb. Ma rajtunk ugyanígy az utánunk következő. Aztán meg majd rajtuk is ugyanígy az utánunk következő. Aki a korszellemnek akar megfelelni, annak nem sok esélye van. Köszönjük szépen, és önöknek is köszönjük a türelmet és időt, hogy ilyen sokáig velünk tartottak. Természetesen attól még, hogy most itt a kamerákat kikapcsolják, meg lámpát lekapcsolják, még itt maradunk egy páron, úgyhogy a beszélgetés egy kötetlen formában folytatódik. Legalábbis nagyon remélem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy ilyen nehéz, komoly témában ennyien eljöttek. Kedi csókolom. Viszontlátásra! Polgári Monotó. Érték a felszín alatt.